jó lesz a hang, kicsit lejjebb is veszem, mert nagyon hangos. Szétcsúszott a... Amiben nem biztos, hogy Discordon fönt vagyok. Lehet, hogy nem enged be. Na mindegy, ez egy ilyen nap. Sziasztok újra! De indul a GTA, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Akkor én azt mondom, hogy... Oké, internet. Most jó, igen, mert kicsúsz, van egy dock, ami belemegy a gépbe, és úgy látszik, nem volt teljesen benyomva a mikrofon, valamiért kicsúszott, mert átrendeztem az asztalt a mikrofonnak a jackje, és erre nem az volt, hogy jelez, hogy dude, hanem érzékelt, hogy a dog benne van, és jó, onnantól boldogtalannak mondta, hogy én jó vagyok, köszönöm szépen. Na, akkor én azt mondom, hogy itt a pár dolgot. Jó hang is van, átállítjuk teljes képernyőre, viszont kép nincs. Én agyvérzést fogok kapni itt a streamtől, komolyan mondom. Indult, full screen exclusive. Yes. Na. Jó van, úgy néz ki, most jók vagyunk. Kirakjuk a, hogy hívják ott. Nagyon jó. Használ. 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 Jó, kép is megjött. Csodálatos. Hú, gyerekek, nem indulunk könnyen. Miért is indulnánk? Ez túl egyszerű lenne. Jó fóni a táblázatot. Megnyitjuk. Így már jó is. Visszanéztem a videót előbb, a bringback-es rész némítva lett. Mindegy, ezzel ne foglalkozz. De az az életországban nem jött ugyanúgy át a hang a headsetbe, ugye a mi headsetbe jön, mert megcsúszott a kábel. Örültögésségőt, Sobri József, 084-18. Én bazd meg, most értem föl. És mi a faszért váltott át a monitorom? Meg. Én nem vagyok ott, mert most érkeztem szolgálatba. Indulok. Köszönöm. Szia, Szvogikám, hello, hello. Na, parák, most a monitorom folyamat kidobja a fullscreenből a cuccot. Oké. Ülézés, töktikai okobó 10-10 nem kell, ne várjanak rám. Kezdek felrobbanni. Játékhang nincs. Mi nincs játék? Gyerekek, itt valami nagyon nagy csalárdság van. Mi a fasz van? Gyerekek, én nem értem, mi van. Totál minden meg van hűlőve. Hangváltása, megnyitása. Jó. Mi nincs játékhang? Semmi is látja a logiteket. De látja. Oké. Ja, azért nem volt... Aha, sejtem, én nem volt. Ez a fos.
Ne, megyek vissza. Most van játékhang. Érdekesen kezdünk. Mindjárt az lesz, hogy fogom magam, azt elmegyek evildedezni, ha ennyire nem akarja. És azt nem értem, hogy folyamat kidobja full screenből ez a szar magát. Fut valami, ami bezavar? Elvileg nem. Nem szabadna. Bizus a magikám, hogy vagy jó? Kurva jó volt az Evil Dead tegnap, én nagyon éltem, már alig várom, hogy toljuk ma. Ja, írok ezeknek a csoda gyerekeknek. Gyerműt. És ezért nincs kép, mert nem full, hogy jelkom van. Na most imádkozzunk együtt, gyerekek, hogy jó legyen. Kép. Jó. Nézzük, kiveszi. Most kivette. Leszarsz. Jó, van. Harmadszori nekifutása csak jó lesz. Logan is megvette? Nagyon jó. Akkor már egy ember kell. Most adta le a lager a szolgálatot? Végleg? A szép út. Minden rendben? Minden rendben. Önök jól vannak? Jól vagyok, igen, igen, jól van. Jó vagyok. Minden rendben. Jó, rendben. Faszka. Rőtögénységet. Utána járjak. Szép napot, kollégák. Üdvözlöm, elnézés, volt egy kis probléma főből, aztán gyorsan körül kellett néznem. Nem akarta kiadni a portásréni a motoromat, meg az autómat. De megoldódott. Hallani lehet? Persze, tisztán is érthetően. Tökéletes. Én felhagytam a szöget. Szép én dolog. Én megosztom le egyet. Nekem még egy zsinezsant, hol vagy? 99-89, vállalja. Van valami? 14-es, szeretek kérni még egy egységet. Vétel, itt 99-052 hangosak vállalja. Azonnal csak köpik le, loktatom a kadétnak is. Mi a kisasszony, mi volt a gyűlésön? Akkor Lincoln 00380 hát, mi volt? Úgy értem. Majd ott mindent átbeszélünk, vétel vége. Semmi különös. Ja, azt hittem volt valami bejelentés, vagy mit tudom én. Nem persze, az, hogy továbbra is takarítónő vagyok. Nem tudtál? Még egyszer? Azt, hogy továbbra is takarítónő vagyok itt a cserkánál, nem tudtál? Faszi, növöztöttem ki áreosztályosnak, meg zászlósnak a takarítgat még mindig lillácska. Figyeljön már oda, mi a munkaköre. Figyelek, jó, de csak... Tökéletes. Jó van. Jó vicc volt, jót röhögtem.
Jó. Volt valami? Régen tudtam szolgálatba jönni, tudja, voltak dolgok. Írtam azokat a kurva hára anyagokat. Működnek a rendszerök? Előreláthatóan működik. Tökéletes. Egy napi tesztből. De ma is lesz teszt. Na, mikor lesz? Hát igazság szerint, amikor jön valaki, vagy nem hív fel valaki, vagy nem hívunk fel valaki. Nekem a tesztek ma is felvétel nap van. Ötször őgy beszéljem meg, kérhetem kollégák, mert ezt kezd zavarni rádióba is, hogy mindig egymás szavába vágunk. Előbb befelézem az vezérőr nagyúrral, akinek gratulálok ezért is az előléptetésért. Remélem, nem Sullivan altáborra léptett elő, mert akkor térdölni kellett. Láttam, hogy nem vesz ki emberöket. Hát nem volt ott az előléptetésen? Nem voltam ott. Nem? Máshol voltam sajnos. Jaj! Én csak ösömös kaptam. Botján úr volt ott. Botján úr? Hát akkor jó emberök voltak körülvéve önt. És térdőt? Hát, nem, körülvettek sokkolóval, és azt mondták, hogy elfogadom, vagy sokkolna. Hát szeretne hár paraszt tönni a vezetőség öllöm? Mert ez nem. Kényszerítés, ilyet nem lehet tönni. Jó van akkor. Szóval visszatérve, működik a rendszer, amit én tapasztaltam tegnap. Három felvételizőnél, egy majd ma fog visszajönni, mert papírozni. Mert értem. 99-esre küldtem, csak nem volt épp elérhető vezérkar. Illetve ma is ugye felvétel. Ja, papapa, csávó. Majd kiderül, hogy jönnek-e, vagy hívunk-e valakin. Jó, ma köd van tényleg. Azt hittem már szörda. Bassza meg. Lassan tölik ez a hét. Na, Lilácska, most mondja, mit szörötött volna. Akarom mondani, zászlós. Most már végre kimondhatom, hogy zászlós. Nekem csak annyi lenne az észrevétem, hogy kicsit hosszúnak éreztem magát a felvételit. Hát nem tudom, az előző szerintem hosszabb volt, és unalmas volt, hogy szívem szerint fölvágta volna az ereimet, kifelcskelem a padra és belefekszem, de ahogy gondolják, melyik része hosszú? Biztos, hogy megkapom a választ ötször. Nem is tőlem kérdezték, szóval... Irányáskától várom a választ, jegyeztem meg, hogy hosszú. Sem a nemi szervemre gondolt, maga gondolom. Maga a személyiség tesz. Az egy picit hosszú, hogyha lassan csinálják. Mire kijelent, hogy mindenre 5 másodperc van. Tehát az 10 kérdés. Egy fél másodperc türelmet, mindjárt zöré vagyok. Tehát egy... Köszönöm, 10-4. Tehát arra összesen 10 kérdésnél kéne 50 másodperc. 5 percnél hosszabb az a személyiség, tehát akkor ki kell rúgni a kérdezőt is, meg akit kérdeztök is. De mi ősi alkalom volt, ez egy nyilván. Jó Istenem, ez a rádió, agyvérzés kapok tőle. Na mindegy, majd megmutatom, hogy kell csinálni, meg a kiértékelőst is megtanítom. Igazából vezérő nagyurammal, tengermét nagyságos uramságommal, könduramban megbeszéltük tegnap este telefonon. Így van. Jó van, maga a szavak ömbörről látom. Szóval ő már látja a dolgokat. Lerajzoltam neki kéménybe korommal. Pontosan, nehéz volt kiolvasni, de megoldottunk mindent. Szia, celú, elő. Jó van, örvendök neki. Jó, akkor ő, mikor jönnek ezek az emberek fölvételizni? Nagyon szívesen megnézném, hogy szivatja, akarom mondani, hogy fölvételizteti őket meg. Bizony, celúke? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Tegnap, hogy emlékszem, hogy nyújtott. Akkor elvesztem az FPS-emet. Jó van, javaslom, hogy hirdessük meg, hogy lehet jönni fővételizni, aztán vegyük fel, akit lehet, mert az 55-ösből is kül majd ömbör. Oda jó emberök külnek, nem ilyen hitványok, mint akiket főveszik. Én akarom mondani, oda is csodálatos emberök külnek, mit szülök, nehogy komolyan vegyék, amit mondok. Jó van, zászlós, jelenlétem benned fetrengi, elődjön szíves. Köszönöm. Kicsit. Itt van két férfi, már lefökszik. Ez elég rossz szokás, kisasszony. Nem ilyen, baba egy embernek. Gyere, egyszer. De az már érzett kérdés. Még egyszer. Tartózkodom. Jó van. Teszt volt. Átmentök. Kíváncsi voltam, hogy egymások ugranak, de hál' Istennek nem, hogy zolgáltak együtt. De ugye nem egy autóban akarnak folyamat járőrözni önök köttől. A szolgáltparancsnok rendelte. Értem. Ki a szolgálatparancsnok? Most Renátom. Ja, értem. Gondolom régi barátja önnek. Értettem. Csináltuk eleinte a HR-t, semmi problém nincs vele, el lehet vele is beszélgetni. Jó. Úgy nagyon civilben nem kommunikáltunk sokat még. Ugye,
érti, hogy viccből mondtam, nem vártam ilyen hosszú. Jó, fog írni egy szarkazmus táblát, aztán itt a főtartom, a szarkasztikusan beszélek, úgy látom, szükség lesz rá. Nem mondom, hogy mindent komolyan veszek, nem kell ennyire rendőrnek lenni, amikor együtt vagyunk itt. Bár ön a vőzérő nagy, úgyhogy ő mondja, hogy mit csinálja, maga itt a főnök. Volt, én kifejtettem a választ, még a szarkaszkusz is volt. Értem. Nem volt személyiség, de lehetne akár az is. Emelgesse már a kezét, nem kap levegőt a végén. Jelentkezek. Jó van, mondja. Tudom, nekem teljesen mindegy, hogy kivel jár örözzök, ez nem befolyásolja. Akkor se, hogyha a vezérőrnaggyal jár örözzök együtt, meg az sem. Komolyan mondom, két szarkazmus számlát fog kiratni ide az őrsen. Sőt, ő kira a forra, vigyázz szarkazmus, alacsonyan röpű. Készüljék el, támad. Oda is kiírom, meg oda is kiírom. Veszek is ilyen kiírót, kikő írni, mert itt problémák vannak. Hogy hívják azt a főstékes dobozt? Jó van. Csak meg nem volt meg a napi kávé. Ja, értem. Hát ez így délután fél hatkor, az elég gáz. De csöppes. Tudok egy remek helyet. Örülök neki. Megosztja, vagy pedig csak bejöntést. Szeretné magának is hozok egyet, tudom. Kávét. Nekem lehozzon kávét. Föl vagyok én pörögve a tó. Főkölök reggel, aztán kiszállok az ágyból, főkölök még egyszer, mind a ketten állunk, aztán elmegy a zuhanyozni, és én már jó vagyok. Édes reggel 5 kó. Ugye, pirkaladat kó kőkőni, mint a tanyát töttem annak idején. Nem tudom, hogy reggel fölkelek, az az első dolgom, hogy pucira végig sétálok az egész házon, és kimosom a ruháinkat. Ja, megértem, hogy pucira sétálni, és kimosom a ruha. Jó, hát javaslom, rosszom ruhát gyakrabban, kisasszony. De ez csak egy baráti megjegyzés volt, nem mint dandártábornok az ászlósnak. Szia, Odi! Jó van, úgy érzem, meghalt itt a hangot. Remélem, figyelembe veszem. Jó van. Maga szerint melyik mosopol? Ezek is orvoshoz. Nem tudom, mosógépöknek a fordulatszámáról szoktuk néha beszélgetni itt urakkal, de az nem az. Jó, én azt javaslom, hirdessük már meg, hogy legyen ma ilyen fővétő, azt vegyünk főömböröket, ha tudunk még. Benézzek a csillenet, és hát, ha van valaki. Jó van. A jött üzenet tőlük. Mindenki? A nap jött üzenet Csillenestől. Igen. Ó, az Isten verje meg. Mikor? Hol? Mikor volt az ötös banknak rablása, méghozzá Tóth Töltöm személyében, aki annak a vezetője. Biztos egyszerűen bőrlőhött. Mikor volt a rablás? Ugyebből olyan 23 órával ezelőtt legalábbis... Ja, hát ott kifigyelt a rabláson. Én. Hát én irányítottam. Nem azért, mert nővő vagyok. Csak kíváncsi voltam, hogy ki az, aki ennyire elkeres minket. Ügyire, hogy küldött egy esemest az annyira körösni. Jó van. Megjegyeztem. Hát beszélj az az emberről. Kész. Imádom ezt a karaktert. Zseniális. Zseniális ez a karakter. Kurva jó. Annyira élem. Annyira nem szóróltam, nem tudtam eljátszani. Annyi dolog volt a HR-re. Próbáltam Tomó összerakni. Ha emlékeznék a nevére, Sobri József dandártábornok Körösi Rádiónak, aki az előbb köröste. Itt a Landa Tudjátok Zászlós Rádión. A szállítás után majd szeretnék beszélni a dandártábornokkal, hogyha lehetség is vitte vége. 10-4, jölözze a végöztök. Köszönöm. 10-4. Itt a szolgáltatások meg szerették kérni az egységet, hogy érkezzenek ki a riasztásra, akik szabadon vannak. 10-4, Edem 99-0-84, Sierra, indul. Edem 00-3-18-10-44 vonatrablás helyszíne. Na, faszom. 0-3-49-10-44 vonatrablás helyszíne. Híves elfogadása. Nagyon jó. Ez az ajtó nagyon szar. 99.47, elindult a vonatrabláshoz. Kurva, mit csináltam, hogy jó álló? Nem baj. Nagyon meg fogok halni. Tudta, hogy valamit elfelejtettem. A GPS milyen szarul mutatja, hogy hova akarok menni?
Van lejáró. Mindegy. Urvára rossz irány. Búá, megyek. Egyszerűen erre kellett volna menni. De... Nem baj, majd egyszer megtudom, mi hol van a város. Vonatrablás oda. Mi a fasz? Alfa 003. Azért mondom. 1097 vonatrablás helyszínére. Értét a szolgálatparancsnok minden kollégát, aki eddig felcsatlakozott a kamionos kísérletre, meg kéne, hogy csatlakozzon le, papírok hiányában nem tudjuk elindítani a szállítmányozást, illetve mindenkit megkérjük, hogy induljon el a vonatrablásra, vétel vége. Indulok? Úton vagyok, baszod. A helyszínen két sportgépjármű van, ruhában vannak az úri emberek. Ruhában vannak? Úgy négyen lehetnek. Jó, amilyen ott van a királykapitány? Mi a faszom? Tábornok? Faszom? Őrvösnör akarok lenni ez a karakterről. De Adam 9952-es elindult a helyszínre. Járműveik szín az egyik egy tiszta fehér, másik meg egy ilyen kék gyöngyházas, olyan rágukumi színűnek tűnik innen távolról nézve, nem merjük őket megközelíteni, mert sokan vannak. A fehér gépjármű T-20. Ledem 99-083-1044 a vonatrablás. Telenkon 0-0-308-1044. Elindultak, ketté válnak. T-20-a föl követni. A másik kocsi visszafele fog hajtani a pályán. A T-20 pedig Galetó fel a mellékutakon. Egy Mercedes-t is követünk? A türkisz kék színe van, akkor pozitív. Pozitív, rajta vagyok. El. Kérnék folyamatos rádiózást a sportgépjármű felől, ahol amit ön... Faszom se tudja, hol vagyok. Szent és oldalt tartunk, egy erősebb volt a túljájába. Vételénk a 00308 a PMB-vel becsatlakozik a T-20 ültözésébe, én is ugyanúgy igényt tartalék a folyamatos rádióra, vége. Vétel, a T-20 most ér be Szendibe. A Mercedes csudaton déli partján megyünk. Te keci gyors vagy. Itt Alfa 99, megpróbálok egy útzárat letenni, ha az autópálya felé jönnének. Értő? Most megyünk az búza mezőkni. Mi ez? Búzatárolóra? Mercedes bepróbált kifékezni. Gyűjtöm egy pánik gombot. Péter, Edem 99-052-1044. Edem 003-19-1044. Nekon 003-18-1044. Mit adódik az üdözés? Pozitív, gyorsulásba lehagyott Sandybe. Kipített a Mercedes! Nikolzom 10-8-ra az egészségem. Menjek valahova? Üldözünk egy Mercedes, most pitelték ki a kollégát. Farm felé, 0-0-as öves felé fognak menni. A Mercedes színe? Türkiszöld. Nagy borulás volt.
vagyunk. Meg tudják keresíteni, hogy kék ruhások ültek benne? Minden pozitív. Önök a kollégák özőrről. Mit itt szolgáltatásik a kolléga, aki kipitelt a Mercedes vele, minden rendben? Jó vagyok, hívtam önt, menjenek tovább üdözni. A tekilalánál tartunk, erősítést szeretnénk kérni. Menjünk a 00386-osan 1044. Tartunk a golfpálya felé, templom. Mik a sérült ülés? Az ékszer volt? Nem. Ülött. Megfordultunk, visszafelé tartunk a golfpálya felé. Nagyon nagy előnye van. Kettes bank előtt halunk. Szia, Balla Gergő! Hello, 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 hello! Mizu, mizu, mizu. Szafor az ékszerbolt felé, templom előtt fog elhaladni, kelet irányba. Te érdeklődnék, hogy milyen P1-ről beszélünk? Fehér? T20. Fehér T20-at üldöztünk a másik. Itt van, itt van nálam. Hatosban kelét haladunk el, EU autókereskedés irányába. Vajon jön mentő, értem. Indulunk vissza, autókereskedés. Arkadiusnál vagyunk. Na, mit dolgozó? Ha nem indiszkrét a kérdés. Ha indiszkrét, akkor is mit dolgozó? Nem borosztam, vigyázzon, kolléga. Városi lefoglaltak előtt tartunk nyugati irányba. Északi irányba tartunk most a Sikoly riasztórendszer előtt. A várost is ölem, de most azt sem tudom, hol a faszomba vagyunk. Egyenesen. EU autókereskedés. Elfordultunk a fő kórház irányába. Előtte elmentünk jobbra, északnak tartunk. Péter? Bejártunk másodiknak. Bizony. Na, hallok szirénet. Rotort. Tekilala irányába megyünk. Ó, az nagyon menő. Publikus garázs előtt mentünk el. Annyira szeretnék érteni ilyen dolgokhoz, de nem értök. Jobbra tartunk. Elfordultunk balra. Ó! Oh. Golfpálya irányába tartunk, így sávosan. Vétel, szerintem elég a rádiózásból, uram, mert vagyunk hárman itt. Meg szerintem megoldjuk. Köszönöm. Az is igaz. Oh. Szép napot kívánok. Úr, mi történt? Motor balesete? Igen, üdöztem egy zsiványt, aztán rám rátott a kocsiját, én meg őrepültem a francba, azt itt értem fődöt. Most ott hova a motorom? Oh. Hol érez fájdalmat, addig a kolléga megvizsgálja magát? Ha az okos órámra nézek, akkor azt mondom, hogy sehó, csak 65-ös az életködvöm, de egyébként... szarú vagyok, hát szerintem. Ez, hát a bal keze aztán, hogy látom, elég véres. Szerintem is, ahogy nézem, ilyen kabátom, észre se vettem. Te jó Isten, remélem nem tört ő. Rendben, akkor segítek levenni a felsőt az úrnak, a golyó alom elé van azt is. Jó be, kollégám. Másodperc, türelem.
Ezek olyan béna vagyok. Jaj, au, oh. Nem tudom magammal jelöltem az esettestet, akkor kísérelmi nyomokat nem látok, kisebb foltok vannak a testén. Akkor szerencsés jelöstöm. Így van. Úgyhogy ezt helyszínűleg a társadal szerintem el is tudom végezni. Szerintem nem szükséges beszállítani a kórházba. Nagyon szépen köszönöm. Azért mögé jöttem, mert a csuklóm elég csúnyán mögütődött. Most látom, hogy így nézem. Igen. Au. Hozok egy fertőtlenítet a csuklójára az úrnak, aztán... Nagyon szépen köszönöm. Meg kérek szépen egy bötmörös raktapasztot is. Bötmöröset? Bötmöröset. Rendben, keresek azt is, uram. Köszönöm szépen. Milyen napjuk van maguknak ma? Résztőrvető. Jó, az ott van. Úristen, ahogy ennek a franc. Ennek átadom itt a... Nem jut eszembe, bocsánat. Kollégának egyébként. Nyököm, Sobri József, dandártábornok vagyok. Üdvözletem. Üdvözletem, uram. Ja, átadtam a feltétlenítőt itt a kollégának. Jó. Így megnézem a Böllén a kitűzőjét, azt mondtam, hogy Tomasz. Tehát a kollégákat próbáltak zárni, és próbáljuk ismételgetni, jó? És átadom a sárt Tomaszt is. Köszönöm. Olyan szerencsére volt, egy darab Batmanes volt. Hát ez azért szerencső napom. Leszámít vagy motorra, akkor átrepültem, mint ide a háza. De egyébként boldog vagyok, hogy van Batmanes rajok tapasztuk. Ez nagyon előremutató fejlődés a tudomány töré. Szerencsére nagyobb mérdezősebb tapaszt, hogy ezt rá is ragasztom. Hát itt szolgálatparancsok csak viszont, hogy elnéztem. Szeret Dolcsom eset játszani, úgyhogy legyünk azért óvatosok. Hogy érzi magát a pillanatban? Vétel, de... Jött, megnézem az órám. Ó, egész jó vagyok, visszaállt a púzusom is. Ő nyugodtan. Ne rám, hogy nyugodtan visszaállt összet, akkor... Köszönöm szépen. Gyere, fordos, jövök. Ha esetleg meg is jön, hogy az állapot nyugodtan. Ez szar a hangja. Üdézést. Nagyon szépen köszönöm a segítségüket. Önök nélkül lehet, hogy itt halok meg, mert elfertőződik a söböm, aztán világ vége van. Szolgálják ilyen szépen a város lakóit, nagyon dörék munka. Vigyázzanak magukra. Maga is vigyázzanak. Én próbálok, de hát, hogy a zsiványok kilöknek, akkor a kollégák utána mennek, aztán ők kapják. Mi szolgáljuk magukat, nehogy az legyen, hogy itten aztán őröbolják, vagy lülövik, vagy valami. Hát igen. Lülövöt lülönök. Jó múltkor délelőtt voltam szolgálatban, egyedül voltam a városba. Jézus. Azt ott a Kocka Parknál. Tudja, hol van ez? Hogy de tudnám. Kocka Park jó hely. Azaz. Hát jó hely volt az, amíg nem voltam ott. Oda mentem egy sérülthöz, ellátom erre izé. Hogy is mondjam. Arra a kereszteződésnél, ahol jön egy, ellátom az urat, újra éreztem. Jön egy másik úr, az meg elviszi a mentőautót. Na mondom, hogy szépen. Azt a mindenit. Hát nekünk megtanították az akadémián, hogy mindig zárjuk a gépjárművöt. Sokan... Hát igen, csak tudja, hogy nagy az életveszély, és tudja, paletóból jövök, akkor... Persze, megértem. Őnézést, nem kritikaként bontam, csak tanácsként. Hát ilyenképp is elfejtett, akkor megyek életet menteni, mert van valami, azt egy ilyen verem, aki rámászik a gépjárművömről, bömászik, azt elviszi. Sőt, mert volt, hogy zárva is öllopták. Az is jó. Azért jó, hogy megvan a helikopteres jogsim. Aztán így legalább... Ezzel lehet darálni az ilyen marhákat. Kicsit előre dönti, aztán rotton fődarálja. Együtt értek, támogatom. Nem, szelet húgyunk fölötte. Ja, nem őre gondolt, őnézés. Mire gondolt? Nem vagyok gondolatóvasó. Hát... Sára tudom, ez jó volt. Minden rendben, növesse ki magát. Kül az a feszültségre. Megböntötték az életemet. Biztos izgultak, hogy a rendőr bajba van. Hát igen, izgultunk. Nehogy aztán itt valami baj, nagy vétel, magára támadtak, vagy stb. Azért sietünk minél gyorsabban. Jó van. Bocsánatok, akkor ő megyek, megnézem a motoromat, hogy az működik-e, még elég testes darab, de valószínűleg hívnom ki hozzá egy autószállítót. Rendben, uram. Jó van. Vigyázzanak magukra, egy örömgót. További szép napon. Viszont kívánom. Szép napot, nulla. Mi? Csodálatos. Csomjas vagyok.
Ó, meg van a motor, én azt hittem oda röpült. Pocika! Miért dobtál ő? Miért bokrosodtál? Éppen. Fáj. Viszont kirak megnézi. Van. Itt szolgálatparancsnok, köszönöm kollégák a üldözésben részt vett munkájukért, remek munkát végeztek, sikerült elkapni a Mercedesnek a két tagját. Ők beszállításra kerülnek, vétel vége. Szép munka! Ma 0349, az üldözés során egy civil súlyosan megsérül, biztosítjuk. Itt a 14-es, Lincoln 00308-as, 10190-02 elkövetővel, illetve egy szabad egységet megkérnek, hogy intézkedjen a legutóbbi riasztásnál. Köszönöm, vétel vége. Vétel, itt Adam 99052-es. 10-40. Máté, nagyon-nagyon szépen köszönöm. 3-19-10-44. Jó van, evildedezzem veled, az a gonosz. Mizu Máté, hogy vagy jó? Nagyon szép az FPS-em viszont. A kékek nem pitelnek ki, akkor egész jó üdözésbe lett volna részem. Folyamatos, tökéletes minőség mellett, de hát nem tudtam megélni ezt az élményt, mert kibasztak a motorról. Szolgálatmások 14-es, akit tud, akkor azt vajon üldözőbe és egy egységet megkérek, hogy akkor majd erősítse, vagy esetleg több egységet. Köszönöm, vételét. Itt az izomat az nem mehet túl sokáig, mert most ütköztem vele, mondjam, ilyen 200-as tempóval. Az igen. De passz, este jössz. Én 9-kor terveztem Smogékkal. Papi mondta, hogy ő 8-kor akarja túlni. De én nagyon tolnám, mert nagyon élem. De lehet, hogy lelépek 8-kor. Erőtögéséget. Erőtögéséget. A hölgyet a járművel fel tudja hozni a kihallgatóba. Dörvészetösöm. Köszönöm. Kezi csókolom. Csöklés, kocsi fel, nem mindig, csöklés, lakás kivétel. Jöjjön velem, kérem szépen. Hát meg kéne, hogy legközelebb várja végig a rádiózást, jó? Köszönöm. Én se tudom, már volna egy ilyen csetó beszéltünk, de aztán maradt, most viszem a nőt. Ők sérült, minden örödben van önökkő. Picit. Hova? Bizom autó a Nemzeti Bank mellett haladt el a 0-0-ás felé tart. Az agregyed irányba halad. Péter, látjuk a jelöket, csatlakozunk. Péter, alfa 0-0-3, 9 úr elhető, egy logifikáció volt, erősítve. Akkor az a kapitány sem mindig őt tévedök. Haladunk észak irányba, 0-0-as kapitányság mellett, elfordultunk balra a üzemanyag töltő állomáshoz. Azok kívül semmi más nem történt. Nézést! Vassuk ki együttük. 10-18-an megyek én is. Jó, rendben van. Vagyunk az egyesbe, a Nemzeti Bank utcájában elkanyarodtunk, Nemzeti előtt fogunk elmenni. Ő. Vétel itt rájátó, keresem gyatlovot. Vétel gyatlov rádión. Vétel jelenlegön is részt vett az üldözésben. Tip 10-40 ez cink. Ürizés kolléga, mire gondolok, hogy elöngödjem a vezető szárat? Hát ugyanúgy, hogy a vezető szárom legyen a gomb, hogy F6, az ott ugye feloldan, és azon belül van az az EVC, és ott ugyanúgy van a víz opció. Hát igazából anya felkötött a vezető szárat. Na jó van, csináltam, csak nem akarta valamiért ez a rohadt zár kioldani. Igen. Jó, ajtó bezárom. Alfa lecsatlakozik, nézi a Subaru.
Egy szolgálatparancsnok, a kihallgatás idejére lecsatlakozok a rádióra, a szolgálatparancsosságot át szeretném adni Sheldonnak. Nem tudom vállalni. Több dologra kell figyeljek jelenleg. Rendben, akkor átadnám Nikolson Dandert elvonatnak, hogyha vállalja. Tízben, én vállalom. Tízes, köszönöm. Sok sikert. Rától lecsatlakozok a rádióról. Sobri József dandártábornok kihallgatás időjére lecsatlakozik a rádióról. Jó, rendben. Akkor kezdjük elsősorban az óral. Segítek neki levenni a maszkot. A végeztünk is szerintem. Nagy probléma. Hát, úgy gondolja, úgy érzi. Uh-huh. Jó, rendben azért a... Nem végzett. Jó. Mi az, hogy végzett? Önnézést. Szemüveget meg a maszkot levegyük, jó, én nem nyilok hozzá egy az új lenyomatok miatt, úgyhogy az egyik kezéről leveszem a brincset, csak akkor ezt le tudja magáról venni. Kötelező levenni? Igen. Igen. Rajtam sincs. Meg is rajtam van szemüveg, de nekem ez orvosi javaslat. Ez meg akkor nekem is le kell vennem, szivatsz. Jó, rendben van. És akkor vissza is tenném a kezére. Helyett én nem fogok elcsapni. Nem baj, azért visszacsatoljuk a jobb kezére. Ülőírás. Jó, rendben, a hölgyet is megkérem, agyot helyezkedjünk, jó? Erre is jön, hogy leveszem. The box bajnok csaj. Jó, és akkor lehet a maszkot, szemüveget, és letezzük az asztalra. Jó. Semmi nincs, hogy pedig visszateszem a jobb kezére. Jó. Tessék? Semmi. Jó, rendben. Jó, rendben, akkor előbb kezdjük az úrral. Bemutatkozzék önnek, Kardelen Renátó százados vagyok a CRFK 00-ás körzetétől. A kollégám pedig Sopri József Dandár tábornok, 84-es jelvényszámmal a JRK-tól. Mi leszünk ketten a kihallgató tisztjeik, illetve jegyzőkönyv vezetőik is. Most elsősorban akkor az úr volt ugye a sofőr. Meg szeretném öntől kérdezni, hogy milyen szándékkal próbálták a vonat rakományát eltulajdonítani. Hallgatásra sokra nem megyünk, max annyira, hogy fel fog benni bennem a pumpa, amit szerintem nem sokan szeretnének, úgyhogy nyugodtan beszélgessünk, most már sokat nem javít a helyzeten a hallgatás. Szerintem az úr szerint mi voltunk. Hát mivel lövöd? Köszönjük, hogy mi van ott. Igen, és lelőtték az őröket csak úgy. Senkit nem lőttem, miről beszél? Hát pedig mégis ott voltak az őrök, le voltak lövöldözve, és önök mentek el a helyszíntől. Szerintem összekevernek valakire. Hát nem kövertük össze. Akkor miért menekültek, hogyha csak megnézték? Ha bámészkodni lehet, az nincs gond. Ugye beragadt a gázpedál. Persze. Értem. És amikor pár szó meg tudtak állni, akkor mi volt? Akkor a fék ragadt be, vagy mi? Igen. És az szerint. Az érdekes, hát meg kellett volna nézetni azt az autót. És akkor ezt miért nem próbálta időbe tudatni? Ére. Velem, velünk. Tervesztek. Magunk sem próbálta tudatni, csak egy szórakoznak, egy üldöznek. Hát mi az, hogy szórakozunk? Hát üldöznek, meg ilyenek. Hát így van. Mert riasztást kaptunk, hogy a vonatot éppen rabolják a állomáson, több lelőtt személy is van, ugye az őrök, és ők pedig elmenekültek a helyszínről. Tehát ilyenkor nyilvánvalóan gyanúsítottá válik az ember. Tudtam ma, de javítson ki, hogyha tévedek. Ez az egyik. A másik a lőfegyver, a hangen engedélye. Értem. Akkor ez illegális fegyverbirtoklásnak számít. Tehát a lőfegyver az akkor miért volt önnél, hogyha nincs engedélye rá? Csak úgy szórakozásból? Vagy ha mi szórakozunk? Ja, találta. És hozzá a töltényeket is mi? Csak úgy betározva megtalálta a lőfegyvert. Értem. És akkor ezt miért nem a rendőrségen próbálta leadni? Meg gondoltam, milyen jó buli. Van egy saját lőfegyverem, és akkor így kedvemre szaladgálhatok vele mindenhova engedély nélkül. Vagy ez hogy?
Így volt, vagy nem így volt? Most amúgy, most húzzuk még egymás idejét, vagy... Hát ön húzza az időnket azzal, hogy hallgat, most hogyha válaszol, nekem ez az eljárásom, nekem ez a munkám, ezt kell csinálnom. Vagy ha most hallgat, azzal mi sokra nem megyünk, csak azzal, hogy itt állunk. Akkor sem megyünk sokra, hogyha én válaszolgatok, mert igazából nem lesz semmi. De hogy nem, mindjárt rátérünk arra a részre, ami önnek talán tetszeni fog, sok kicsikét megered a nyelve. Csak elsősorban néhány kérdésre szeretnék válaszolni. De azon most itt állunk, hallgatunk, felmállhatunk itt reggelig is. Nekem ez a kötelező eljárásom, meg ha akarnám se, térnék ki mellette. Önnézés, százados, volt náluk személyigazolványban, vagy bármilyen okmány? Az úrnál nem nagyon találtam a hölgyet, nem én néztem, hát a hölgyet a Gyatlov kolléga nézte, hát aki jelenleg most baleset miatt nem nagyon elérhető. Értem. De mindjárt rátérünk akkor a hölgyre, és esetleg az úrral végzünk. Rendben. De azért meg az úr is jogottan megerősíthető, mert nekem lehet elterelt a figyelmet, bármilyen iratom, mert tudja magát igazolni. Semmi. Jó, rendben. Önnézés, megkérdezhető, hogy állampolgári kötelességeinek megfelelően nem volt önnézőbe igazolásra alkalmas irat? Elhagytam őket. Ő hagyta őket. Akkor gondolom éppen a városházára tartottak, fékhiba okozta, mögálltak a vonat rablásnál. Értem. Igen, akkor a lelőtt őrök mit kerestek ott? Éltek Palettóból Szöndi irányába. Ez egy hatalmas körülő. Kocsikázni kell, uram. Értem. Tehát nem az volt a céljuk, hogy egyenesen a városházára menjenek az övezett iratok pótlásának érdekének céljából. Őre tud valami kielégítő magyarázatot adni? Szerintem ugyanazt, mint hogy a talált lőfegyvert minden a rendőrségen adta le. Tehát ugyanúgy. Gondoltam, beteszem a kocsimba, aztán elfér. Hát de mégis önnél volt. Igen, mivel találtam az úton, hogy mentünk, és most akartam letenni, de hát jöttek után. De akkor miért nem állt meg? Ja, meghibásodott a gázpedál. Igen, pontosan. Ezt már mondom. Közülön még fél példát mondott az úr, most megőrizteti a gázpedál hibásodott. Most bőjik. Hát az úr nem figyelt elég ezek szerint. Örülj, jól figyeltem. Szerintem hát, elején is azt mondta, hogy a gázpedál volt meghibásodva, de aztán mikor az volt, hogy megállt néhányszor, akkor pedig a fék volt beragadva, aztán rejtőzően megint a gázpedál. Pont őre céloztam. Kicsit ilyen hullámosan ment itt a történet. Jó, rendben uram, akkor én se szeretném, hogy húzzuk itt egymás idejét. Megkérdezem öntől, hogy bármilyen hasznos információval tud-e szolgálni, ami ön szerint a rendőrség számára hasznos lehet. Nem? Nem hiszem. Jó, rendben van. Oké. Akkor sorolnám is önnek a vágyait, mert a lőfegyverre nem volt semmilyen engedélye, egy illegális fegyver birtoklása, mert nem volt önnél se személyigazolvány, se más szemét igazoló irat, így hivatalos okmányok hiánya, rendőr előli menekülés, illetve fegyveres rablás. Mert nem tudott hasznos információval szolgálni, hogy az ön vágya a rendőrségi cellában eltöltött 40 egység lesz a legsúlyosabb vád alapján. Megkülés fegyveres rablás, illegális fegyverbirtoklás, személy... Jó, rendben. Akkor most rátérünk a hölgyre. Önök is ugyanúgy bemutatkozok, Kardelár Renátó százalas vagyok, 308-as elmélyszámmal. A 00-as körzettő kollégám pedig Sobri József dantártábornok 84-es jelvényszámmal a 99-es. Látom, hogy ezt elmondod, hogy mit akar egy notepad plusz-plusz. Pánt fasza. Kapcsolatban. Én sem tudok más mondani. Ja, értem. Tegyük fel, hogyha most külön hallgattuk volna ki önöket, nem ugye időigényesebb lett volna, akkor is ugyanezt mondaná? Hát annak nem tudta volna mit mondani. Értem. Jó, rendben van. Pillanatra felmegyek a rádióra, mert nem tudom, hogy attól minket foglalt le. VT3-tól keresném Gyatlovot. Gyorsan szíkszvába el tudna nekem mondani, hogy a hőtől miket foglalt le.
Pörögjünk már. Aj, de szép, olyan stabil az FPS. Biztos izgi. Tűzeljes, köszönöm, lecsatok azok a rádióról. Jó, rendben, akkor hölgyem. Jelentés, le lett foglalva egy lőfegyver. Erről bármilyen igazolványt tudom mutatni. Bocsánat, bármilyen engedélyt tudom mutatni. Nem. Nem. És miért nem? Ön is talált lőfegyvert rejtés. Jó van, vedd le az FPS-emet, te állat. Pánikomb. Ó, bazd meg. Hallgatással ugyanúgy nem megyünk sokra. Nincs. Találgatással meg még úgyse. Ott megrát, akkor most... A másik kérdés. Dandára mi lesz? Bármilyen hogy fog üldözni? Hogy fog meghalni? Nincs. Nincs, és miért nincs? Mert kórházban keltem nemrég, és nem volt nálam. Ja, értem. Ő kérdezhetem, melyik kórházba tért magához a kisasszony? Melyik kórházba? Igen. Hát a főbe. Értem. És a fő kórházból miért nem mentek egyenesen a városházára, ami onnan 30 méter? Mert nem volt eszemben, és még akkor is sajogott a fejem, meg minden bajom volt, szóval nem hiszem, hogy magának is ez lett volna az első gondolata, hogy na hát, ott van a... ott is szépen kiváltatom az engedélyet, az ilyesmiket. Most hiába mondjuk azt, hogy de, nem hinnél nekünk. Tehát, hogy... Jó, eddig nem beszélt, akkor továbbra is maradjon csendben, jó? Tehát még az ön kiagatása folyt, addig nem jön akart válaszolnia. Köszönöm. Rendben, szóval normálisan, mivel a hivatalos okmányok, mint egy személyigazolvány, mint bármilyen plastik kártya, amely valamit igazol, szükséges és kötelező ennek a kiváltása. De hát azzal, ahol ugyanúgy nem mentesít, az a magyarázat, hogy a kórházba ébredtünk, és akkor ott elvettek tőlünk mindent. Tehát ez... Én megértem, megtöltődik az emberrel, de ez ugyanúgy nem mentesíti. Tehát ott van 30 méterre, nem értem, hogy miért volt jobb ötlet elmenni a vonatállomásra. Ez az egyik. Jó. A másik, visszatérve a fegyveres kérdésre. A lőfegyver honnan van, illetve hozzá a töltények honnan voltak? Arról nem tud semmit mondani? Nem. És miért nem? Már nem. Ja, te csak úgy oda termett önhöz, hogy ezt nem tudom megérteni. Nem. Nem akarják az időjüket elhozni, de nem válaszolnak azzal, pedig nem megyünk sokra. Tehát ezt most itt vagyunk és hallgatunk, az sokra nem visz minket. Kolléga úr, mi együttműködőek, akkor küldjük őket a megérdemelt helyre. Leírjuk, amit te mondtak, illetve amit ön mondtak, zárjuk rövidre. Így van. Jó van. Jó, rendben van. Mi feketedik el a képen? Hivatalos okmányok hiánya, rendőr elöli menekülés, illegális lőfegyverbirtoklás, illetve fegyveres rablás. Az úrtól a lefoglalt tárgyak, egy FM modell lőfegyver, hozzá nagyjából 29 mm-es, zacskóba csomagolt valamilyen por, gyanús anyag, rádió, illetve telefon. A hőtől is ugyanúgy egy lőfegyver került lefoglalásra, ahhoz is ugyanúgy töltények, illetve rádió és telefon, illetve egy biliárd dákú is. Telefon, gyanús. Jó, rendben van. Akkor köszönöm a idézőjeles együttműködésüket. Rátérhetünk akkor lesz izgalmasabb részre. Drog plusz. Jó, vezető szeret lecsatolom az övről, majd felcsatolom az úrnak a bőr. Kisasszony, akkor én viszem bűnt. Bocsánat, jó. Én se hallottam, jó.
Aki előtört egy vízcsapot. Vízcsapot. Nekem olyan volt, mint hogyha itt lehetőtt volna egy vízcsap, az csobogott a víz. Itt. De nem csak neki ilyen szar a hangja. Helybe átöltözött. Jó. Tanácson keresztül vezetőszárat lecsatolom. Megkérem az alatt, hogy egy métert lépjen előre. Jó. Rendben is akkor. Leveszem róla a bilincset. Ételi talban önnél elég? Ezt kérni. Jó, remélem. Megérte a rablás, kapott kaját, piát ingyé. Csajna, te rossz hangja. Tessék. Köszönöm. Rabosítja a hügyet, kolléga uram, megkérem. Igen, igen. Köszönöm. Az újnak a vágyainál még elfejtettem felsorolni a feltételes drogbirtoklást. Igen. Következtetően, akkor mondta, mi volt nála. Így a mögírom a jegyzőkönyvet, átküldöm önnek, akkor kirakja a hivatalos formába. Igen, igen. Jó van. Kék tapelve, meg kék sportcipő. Fegyvere engedély nincs. Várjál. De utálom ezt, nézzet. Első kék, meg itt van a kék táska, a kék cipő. Vád, vonatrablás, illegális fegyver, birtoklás, illegális drog, szerű anyag, birtoklása. Arra vonatkozott, nem terveztek vonatkozott. Vonatkozott. Terveztek illetve sejleteket elkövetni. Illegális léhely, engedély nincsen, és alkalmas igazán nem volt a hölgynél. Nincs billiárd, tákó. Történik ma, én. Ez pont. Őfél származását nem vette fel a hölgy. Úr, őfél rövidék rövidek.
Az a Renátó gyerek. Köszönök. De jó, mi használjuk a szabályokat. Küldtem az e-mailt. Igen, igen. Tabletten látom, és intézem a többit. Köszönöm. Kicsit összecsúszott, de remélem jól megírtam, igyekeztem leírni, bár nem sokat beszéltök. Nem igazán volt mit. Kolléga úr, feszült? Tessék? Kolléga úr, feszült? Ja nem, csak úgy meg vagyok fázva, mint az állat. Biztos hallottam ugye a hangomon. Igen. De vagyok rekedve aztán. Abszolút. Igen, igen. Úgyhogy ezért is volt az, hogy kicsit nehezemre esett itt a beszédben minden. Teljesen érthető. Jó beszéd. Jó, akkor megírom ezt a jegyzőkémet, aztán szerintem 10-10. Valami közben akkor még azon részt veszek. Rendben, vigyázzon magára, az gyógyuljon meg gyorsan. Jó citrán, pálinka, meg dolgok. Hagyd ma pálinka a legjobb. Vidéken azt szedtük. Főleg a jó házi. Így van, hábás pálinkát kiszik. Lányok, férfi ember házi tiszik. Olyat, amitől kiszakad a torka. Na, meg a tüdeje. Hát, a tüdeje kiszakad a pálinkától, az már nagyon rossz. Az alien-szerű film. Kibászik az emberből. Annyira forró, hogy már kiad a tüdőre, akkor meg főleg. Megtörténik. Adom. Nem forró, nem annyira nagy a fokja, hogy megöli az ember. Jó. Vigyázzon magára, én visszacsatlakozok. Megkérek minden jó kollégát, hogy minden sötét színű furgont állítsunk félre és igazoltassuk, illetve csak kocsit vizsgáljunk át, jó? Indokunk van arra, hogy valamelyik ilyen gépjárműbe drogokat szállítanak és kereskednek. 10 dégy. Félreállítanak egy ilyen gépjárművet, legyen szívesek, szóljanak és menjen oda közelbe még egy egység. Furgon alatt mit értünk pontosan? Kamacsó vagy ilyen furgonszerű? Furgon. Dobozos gondolom. A nagy, ugye? Vagy egy kisebb kocka. Nem a sötét. Mit tudjam én mi annak a neve, az a szállító. Rumpó? Rumpó a neve. Rumpó, ah, jó, akkor így jó. Na, legalább visszajött. Aki nagyon megérkezett. Jelezzük, szolgált parasetnek nincsen tártak. Jön velem. Felveszem, mert nekem sincs. De én is autóval vagyok. Csak le te. Megyek. Bocsánat, szolgált parasetnek, csak közben szóltam. Ürültük a ségőt. Hol lett a motorom? Egyszerűen nem ide álltam vele. Hoppá. Hello Noémi, szia! Szia Fanni! Bocs, csak épp írtam ezt a kurva jegyzőkönyvet. Ezt nem láttam a jelzőt. Szia. 99 084 10 90 Sierra 0 0 0 9 na 99 0 84 10 98.
Annyi szám van itt önből meg. Tízdégy. Akkor jön a 0-0-ra, vagy a 99-re, melyik van közelebb önnek? Négyes esetben akkor a 0-0-ra megyünk, de 83. 99-0-83, 10-19-0-0-as. Tízdégy. Őszére jutottam. Igazi kaland volt ez a motorozás. Faszom. Bassza meg. El fog szokni akkor. 349-1098. Izu Noémi, hogy vagy, hogy vagy, hogy vagy? Fanni, hogy telik a hét eddig? Hát van még csak mondjuk. Tüdüdüdüm. Arra se jutottunk el. Nem akarok oda menni. Vedd ki! Vedd ki! Ne ragd le! Végre. Dü-dü-dü-düm. Dü-dü-dü-düm. Ürőtögénységet vezér őrnagy úr. Oly szolgál ködvösögénysége. Szőtöbbi meg személyesen nem is találkoztuk őrnézést. Szerintem nem. Talán futólag egy bankrablásnál, a Kocka Parknál. Ó, igazam, az Ögyös Banknál. Így van. Régi szép idők. Majd 3-5 volt. Van ez már egy hónapja is. Jézus, hogy megy az idő. Szalad az idő, úgyhogy bemutatkozik Farkas Radár vezérre nagy a körvendek. Sobri József dandártábornok. Döngörbét tisztelötöm. Üdvözlöm. Olyan ismerős az akcentusa. Akcentusom? A vidéki műzédős tájszólás. Ott laktam csuda szögetből lőtt. Hogy olyan csuda szegedi. Így van, így van. Onnan kértük át, mert meg fogja írni az új kapitányság, azt mondták, hogy különök önbörök. Jött János bátyám, azt jöttem velő én is. Értem. És vezérőr nagy uram, mit kell látni, gondolom, nagyon jól foglalt a papírmunkákkal, meg dolgok viszi ezeket az adminisztratív szarokat. Így van. Így van. Nagyon háttérmunkába szorultam most sajnos, és nem tudok a tűzvonalban lenni. Ja, hát igen, ez doranggal jár, én is 2 hétig csak dokumentumokat gyártottam itt az önböröknek. Megnéztem a fővételi eljárást, azt mondtam, hogy ezért. De lexikont kérdezünk az emberektől, nézzük meg, hogy alkalmasak ők. Hát, én már most elvesztettem sajnos a fonalat, úgyhogy újra kell felvennem most mindent. Szerintem gyorsan fog bűnni. Vezérőr nagyak már jó fog az össze az élet. Vezérőr nagy, nem azért, mert buta ember lönnő. Buta ember bőnöm lesz vezérőr nagy. Több mint egy ívő rendőr vagyok. Osztom így dönít. E-20. Lejött 15. Egy kamacsó. Na, mi kell a gondolásra? Egy Mercedes és egy BF 400-as van a helyszínen. Az a baj, hogy velem beszélni akarna, de kimennék nagyon szívesen. Érez a HR-es élőt. Mindig csak beszélni akarnak az emberrel, nem puff-puffolni. Ismerős. Ön is HR-es volt, uram? Hát... félig meddig még az vagyok, de már nagyon nem. Ön is állni van. Ürőtögészséget. Vezettem az egészet, csak ugye a Skywalker átvette inkább tőlem, mert... úgy értem. Nem tudtam jelen lenni ebben a dologban. És a jövőben törvözi még, hogy erősíti az állományt ezen a fronton, vagy pedig más funkciók után néz? Jelenleg azt mondom, hogy más. Értem. Akkor, uram, én vettem át öntől, itt van Skywalker úrt, hogyha bármi hárpanasz van, vagy bármit kér, akkor körösen bizalommal, amivel tudok segítök. Mindenképpen, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Beszélgessenek, én meg szerint kérdezik, hogy kell egy BF 400-as. Rendben van. Vigyázzon magára, uram. Jöjjön. Zászlós. Örültökénységet. Köszönöm. Időre hányom, mi történt? Idefele egy bányászautó oda-abba kapott minket. Önézés, milyen autó? Egy bányász. Bányász. Tudom, hát azok a trákok, vagy mi az Isten, hogy az amerikaiak mondják Angliában. Valami olyasmi, igen, pick-up szerű. Jó, beszélgessünk itt, ahó. Szerintem menjünk. Ez a folyosó jó lesz. Nem lesz jó, mit állna. Mindig éri, 60. Így van, csak talán kötyő, hogy tovább lehet beszélgetni. Hát, jó, de. Nem még egy előre. PMV-vel érkezünk a bankrablás helyszínére. Szerű szoba, ezt szeretem. Ez jó lesz. Itt beszéltünk meg azt is, hogy a HR-nél összök. Akkor hallgatom tő, zászlós urat.
emlékszik még, mikor Csőzső Mester voltam, beszéltük, hogy ha zászlós leszek, szívesen csatlakoznék HR-esemnek. Értem. Gratulálok, és még gondolja, hogy önnek szüksége van a HR-nek, és mit tud ön tenni a HR-ért? Igazából eleinte az lett volna a fő célom, mielőtt megváltozott így az akadémia rész, hogy kiképzőt is szerettem volna lenni, így a kimondottan a kiképzést végezni és intézni, csak mivel ez változott időközben, ezért így ezek az álmaim is szétefosztották. Jól érzem magamban azt, hogy magyarázni, tanítgatni másokat dolgokban, ezért is szeretnék majd még civil vizsgáztató is lenni, így a HR feladatok mellett. Hát a civil vizsgáztatásban mindenki csinálja zászlós rangtól. Igen, utálok, igen, nemrég változott ez is, szóval... Igen. Új szelek söprögettek itt, jól összehoztam két mondatot egyben, nem baj. Lényeg az, hogy az ön a tisztelteljes kérésem, e-mail címemet biztosan ismeri, írjon nekem egy rövidke e-mailt, az, amit ön tud tenni a HR-im, amit most elmondott, egy kicsit kifejtve, illetve, hogy milyen feladatokat tudná elképzelni, és miért tudná jobbá tenni a HR munkáját, vagy mi az, ami ön szerint jó lenne, ha javítanánk nyitott elmével közölöm ezt az osztályt, hogy minél jobban azt tudjuk elérni, hogy még jobbak legyünk, és a rendőr állománynak a lehető legnagyobb segítséget tegyük. Rendben, mindenképpen fog én egy e-mailt. Mai nap még nem is, de megpróbálom minél hamarabb. Rendben van. Megkapom, akkor főtörésztem a parancsnokságnak, hogy akkor önt fővenném az osztályba, és örömmel fogadom. Ön így előrejárok, azt mondom, hogy részemről egy határozott igen, azt meghalljuk, hogy mit mondanak a nagyfőnökök. De mindenképpen ott van a lényeg, hogy ők mit mondanak. Így van. Hát mindig a nagyfőnök mondja, mert mi legyen. Hát persze. Parancsot megbaszni, nem szabad, mert szaporodik. Az biztos, uram. Az biztos. Jó van. Jó van egyébként fizikális értelemben véve? Hát éreztem már jobban is magam, mit nem mondjak, de... Kórházba volt? Nem volt szükséges, amúgy ennyire... Nem volt szükséges, úgy jön meg dölöngétel, mint aki be van baszva. Hozzak egy szondát. Szondát? Én szívesen folyok bármikor szondát, sosem viszont. Hát, hogy így dölöngé, biztos nem kell kórházba vinnöm? Nehogy itt akkor meghalljon. Meghúztam csak magam, de nem... Meghúztam magát, de őköt kell meghúzni, nem magunkat. Hát milyen dolog ez, uram? Igen, nem szeretjük ezt a magunkat húzogatjuk. Nem mondjuk hát, a kolleginákat se kéne. Hát úgy nem szeretném húzogatni magam egyáltalán. Hát ugye a lökés húzott meg így a hátamon. Lökés? Ki ez a lökés? Vagy nagy darab fari? Nem, hát... Sem baj a férfiakat szöröti. Tőlesen megértem, nyitott tölmével élet. Én egyáltalán nem, én is alapvetően. Nem szereti a férfiakat? Maga ilyen kire kezdtő? Nem. Ugyanezt a nézetéket vállom, hogy én sem... zárkózom el attól, hogyha bárki bármit mást érez, mint ami megszokott lenne, de nem azt, de mondtam, hogy bányászkocs, hogy nekünk jött akkora lökéstől húzódott meg a hátam egy kicsit. Ja, ima értem. Jó van. Csak a dandártábornokon elég hamar belegondolt mást a dologba, mint ami valóban történt. Jut összömbő, így állomány bátor, és főcsatlakoztam egy rádióról, egy valamiről kezdjük el leszoktatni a kurva állománytot, amikor azt mondják, hogy két darab túsz. Ezt valakitől meghallom, esküszöm, bemegyek a bomba, és lelövöm azt a túsztárgyalót. Helybe kivégzem. Hát nem darab, fő. Nem kell személyeskedni, nem kell ennyire tárgyasítsuk már. Hát pont ön mondta ezt, tehát, ha jól hallottam. Lehet, hogy volt rá példa, igen. Figyelj erre oda, sajnos. Kérem szépen. Most már elkezdem egyesével az embereknek fölhívni a figyelmét arra, hogy nem kompjúterekről beszélünk, hanem ömbörökről, érző lényekről. Mindenképpen, és igazából egyébként teljes mértékben. Persze, hogy nem szabad velük azonosulni, de azért ennyire ne tárgyasítsuk, főleg amikor hallják. Mert nekem is rosszul esik, azt mondják, hogy egy darab fasz vagyok. Azt mondják, ez a fasz az már annyira nem zavar. Hát az tény, de egy darab sok közül. Igen, valóban. De olyan, mint egy műbráner. Azt meg nem szörötöm. Hát, ez egyáltalán. Azért van a rész. Így van. Börtönlő. Beteszem a babámnak rögtönlő. Pontosan, uram, pontosan. Jó, van, érti, akkor mi a csízi, jó. Na, menjünk. Jó, érti, világvége köszönöm, van. Érti. Ugyan már, én köszönöm, hogy minket választott. De még érem, hogy jó lesz, de biztos, hogy sírás lesz a vége. Az biztos. Munka éjjel, nappal, irogatások, dokumentumok, meg dolgok. Most raktam össze az új HR fővételi anyagot, amiből elég lesz fővételi. Érted, hát az minden, mindig van egy kis papírmunka, meg egy kis plusz meló azon kívül, amit csinálunk, ilyen ez. Ennyi. A bőrádiózók. Sobri József dandártábornok érdeklődik, kő erősítés a hőszínre. Pusztárgyaló 6-20 van jelenleg bent a bank területén. Elkezdem a tárgyalat. Hát ez fasz a válasz volt.
Hát igen, ebből mindenki dűlő, csak az nem, hogy kellünk-e még. Mögis vétel a kérdés, szükséges-e további erősítés a hőszére? Védett taxiparancsnak, egyedül van fel. Sierrában vagyok, igen. Bizony, kihet akkor BF-400-as. Gyere, tökésséget! BMW-vel vagyok, de akkor lecserélem egy BF-400-asra. Bizony, köszönöm. Bizony, köszönöm. Gyere, tökésséget! Imád ki. Nagyon jó, BF-4, ezt szeretem, ez jobban tetszik. Erre akarok menni, Faster? Erre akarok menni? Hát, így összezavarodok, hogy mielőtt legrövidebb út, azt megyek egy akkora kerülőt, mint a gang. Jóha. Erre akartam menni? Tudom én mörökön menni? Röndőr vagyok. Úgyis van a város, mint a tönyöröm. Az úttam nagyobbat is. Mondjuk az, hogy végeztem Röndőr Akadémiát, meg 15 éve szolgálatban vagyok, de ez van. Ami le nem bukok, addig még vagy katonnál. Ne sajnáld, Noémi, nagyon jó srác, érti a poént. Kollégák, akik kint vannak a helyszínen, csipogot fogadjuk el. Nem enfad, bazd meg. Nyomd egy pánik gombot. Lás folyamatban. Ilyes elfogadás. Ilyen 400 kivétel. Ah, holnapra cserélem a billentyűzetemet, az a Jézus billentyűt. Szerintem ez szar. Szakszóval élve. Itt a 20 tárgyaló, van bent két hölgy, tehát meg szeretném kérni majd Lillát, hogy vizsgálját őket. Elkövetők első kérés az lenne, jobb oldalt egy szabad utat szeretnek, 4 túszért cserébe. Ezt elfogadjuk. Kettőt előre kikérünk. Kézben jár. Kicsit esik az FPS-en. Máté? Viszont jobbra küldj át úszok. Én hittem neked, nem kell bebizonyítani. Szeretném meghalni. Nem mondjuk. Szerintem ez nem kell senkinek segítség, hogy én meghalljak egy motorra. Jobbra vagy. Jó állulék. Rendben. Jézusom. Mennyi szabad egységünk van? Jöjjött, Szelu! Szerne 10-85 egészséget jelennel szerint 002 darab egységet tudnak alkotni. Béri azt ott a raktárnak a riasztója, aztán ilyen fehér ruhás emberek vannak tömegével ott a egyedül nem erőt igazán állítjuk szóba. Erőt egészséget újra. Béte itt a vakszuparancsnak minden... Szép gépjármű, öné! Köszönöm, köszönöm, így van! Nagy rankhoz jó kocsijá, értem. Még egyszer? Nagy rankhoz jó kocsi jár. Hát, persze. Na, mi lesz? Mi lesz itt? Kékezik akkor kolléga? Pozitív. Kedem 99, 083, 1044, raktárablás. Kedem 003-12, 1044 szintén. Van nálam elvileg lámpa. Tudom, mi történik ott, ami több autó is állott, meg ilyen fejét. Golyóálló nélkül? Maradjuk annyiba, hogy ő felöjtötte a főben, amikor visszavette a 99-et. Nincs önnél tartalék, és ott van bent. Ön egy igazi király. Nagy leszek bőkálláló. Edem,
Night, jaj, már jobban érzem magam. Én is, van rajtam golyóálló, kevésbé fog meghalni. Nem mondom, hogy nem fogok, mert általában nagyokat borulok, meg előttek, meg mit tudom én, de... Én fokkal jobb. Én óvatos vagyok, az előbb is üldözöm az autót, próbálom mölé menni, hogy főszólítsam, mert elrántja balra a kormányt, akkor átrepültem itt ide Lackháza. Én is ezt mondtam szerintem, amikor magamhoz tértem, vagy közben, hogy Nem arról volt szó, hogy a raktárrablásosok átmennek a kettesre? Én ezt a kommunikációt, mert minden szinte a rádió folyik, kezdem egy kicsit zavarónak találni sok szó. Gyertek el onnan, mert doboz lesz. Bankrablók, vagy akik a bankrabláson vannak, nem azoknak kellett átmenni a kettesre? Hanyagoljuk, menjünk. Ötő igaza van. Lehet, amúgy tényleg nekünk kellett a kettesre. Hallottam az akcióparancsnokot. Igen, igen, mi vagyunk a kettesen. Igen. Lájunk át. Ez négy túszér minden? Látom, hogy a baseball sapkámből fér a bukósikat csak alá. Jöjjön. Örültökészség. Jól megy. Kicsoda. Kolléga. Balra. Szöges kell nekem, de menjen már. Menjék szöges letenni. Jöjjön. Özérőr nagyon kívülből szél. Megy a másik két. Ott a BFS-sel. Értem. Mert itt állt, és azt hittem hozzák beszélni, csak nem tudtam miért. Igen, igen, én is azt hittem, hogy... Rohanunk túl után, aztán vissza, és ki a megy, jöjjön. Hát mondom, jó, értem, gyakorlat, de... Ne, úgyis, ne, most. Menjünk letenni egy szokást, és gátorna. Ülyös. Vannak problémák. Szóval ott fog maradni. Figyelni szoktak. Milyen színű ruhában vannak bent az emberek, tudjuk. Jó van. Nem jelentették. Sobri József dandártábornok akcióparancsnoknak milyen színű ruhában vannak az ő követők? Vétel, hogyha jól láttam, akkor piros, illetve fehér póló is van köszönve túlszerű, erősítse meg egy pozitív, egy negatívan. Első pozitív. Piroska. Akkor piros. 14, köszönöm. Hú, na kíváncsi vagyok, melyik kolléga fog belemenni. És a szögesbe? Figyelem minden kollégának, aki kim van a bankrobáson, a sikátorba szögest helyeztünk le, lehetőleg önök nem menjenek bele, az út közepén lesz. A sikátornak nem az a részén, ahol mi vagyunk, hanem a jobb oldalán van a szöges. Nem mindenki értette. Ha nem, akkor belemennek. Kövessék az autót, aki vagy gépjárműt, mert arra megy, nyomvonalba, belemegy a szögesbe, akkor ők tudják, hogy ott van. Ha nem, akkor nem mennek utána, biztonság, ennyi. Gépjármű felvezetők legyenek. Hát igen, ez elég fura üldözés. Ki van a BFM? Én. Előtökésen. Akkor BFS tuti lehet, hogy arra megpróbálkozik. Megpróbálom ő kapni. A két célra az üres ott elfér. Abban, mint a járdára gondol, uram? Nem, a sikátorban a szélén elfér. Ja, a sikátor. A tónak a feltűzőjét. Úristen, ja, megy az 1 négyzetméterre jutó vezérőr nagy. Azt a kurva. Három. Na jó, erről majd beszélgetünk, ha végig hát, a bankrablás. Tudod, mi történt? Eljött velem zuhanyozni, és nagyon jó dolog volt. Na, jó tudni. Jó, azt hittem, ez csak... Valószínűleg részeg volt. Sullivan altáborra csinálja. Nem arról volt szó, hogy ez csak egy emberre csinálod? Azt tomó. Csúcsú leszek vőzérőr nagy. Én azt hittem, a Skywalkerről volt szó. Nem, ő megcsolta. Ja, értem. Én lehetőbb esétek a bomba is beállok azokhoz. Elég fura dolgok történnek itten, kolléga. Zek, ne aggódj, a hetero barátod még mindig én leszek. Zek? Ó, igen, mondj. Ma este is akarod? És csak a tekintettét? Én meg módosítám a kérdést. Hát nem, figyelj, igaz az igaz. Gondolodik ennyire kollégát? Gondolod? Ami igaz, Összeg? Az igaz. Jó van. Akkor szeretném valaki HR panaszt tönni, Tomó, szexuális kihasználás dolgok. Ő akarta? Hát jó, hát mondja ő is ezt, tehát
Amikor jutalom jár érte ott már. Ránéz. Ő csinálta, nem én. Elfordulok. Nem akarom látni az erőszak részt a kisasszony részéről. De szép sikátó, megnézem. Gecsupa, fő vagyok. Lehajoltam a szappanni, aztán Tomó bedokkolt. Ennyi. Erre van egy neki jobban hiszek, mint magának. Mondjuk ő is ezt mondta az előbb, de oké. Hát nyugodtan, hát akkor higgyen neki. Ezt állítom, ezt állítja most, ez van. Az a jó, ha neki jó, akkor a elkövetőknek lenne egy olyan kérésük, egy túszér, hogy a múltban történt eset miatt, amikor előbb elindult egy társuk, azt felejtsük el, és ezért kiküldenek egy túszt teljesen ingyen. Illetve, hogy a motorosukra vigyázzunk. Kell hasonló, és ez kölcsönösen... Mondjuk ők is ránk. Látja? Tulajdonképpen ajándékba kapjuk most a túszt. Fizényes. Még egy ki akkor a túszbára. Jó, indítjuk. Viszont itt a motorosra figyelés, az igazából egyértelmű, viszont az, igen, az egyértelmű, hogy ezt tartjuk, attól függetlenül ugye a... van olyan, hogy véletlenül neki megy valaki. Persze csak próbáljuk elkerülni a véletlenget is, nagyon. Hát kerüljük, értem én, mindig kerüljük. Mindegy 10-22, hány túsz van még odamet? 10-22, mi van? Szerint töbögy. Jó van. És a legélesebb később fiúkban ma. Biztos fáradt. Érdeklődnék, hogy átnéztünk-e egy csupa fehér két embert, fehér ruházatba. Izgalmas üldözés lesz. Öt piros kocka van a hátukon, olyan tűzokat átnéztünk kollégák. Öt piros kocka? Mi a baz? Pillanat, itt a kollega nézt át, megkérdezt. Most fordult be egy kamacsó. Taladnak oda. Lehet amúgy csak összeszedik őket, lehet, hogy szó voltak. El is tűnt. Nem, én nem láttam. 10-22 az előző, ráhagyták a helyszínt. Mindenki a kettesen van? 10-4. Jó. Regina, nem is nem van. Félreértés volt a parancs kérdésben. Az a kérdés, hogy hány tudsz számít bent arra? Lesz üldözési sorrend? Üldözést! Válaszoltak a kollégák, hány túsz van még bönt? Nem tudom. Én nem hallottam. Igazából. Én az igazság, most ilyen pöcsörést hallok csak. Én azt sem nagyon hallok, semmit nem hallok. Pont ez a pöcsörésnek hangja. Inkább legyen pöcsörés, mint people didul. Ez is jogos. Vagyok nyugodt. És nem feszült a hangulat, már nem érzem feszültnek, de nem érzem. Itt az axoparasokat úszterülőnek. Azért őről, hogy úr, nagyon szívesen beszélgetek őnne HR szempontból, feszültségoldó technikák, meg dolgok. Hát nem kell, leülök a kis fotelembe, előveszem a kis dolgomat, bekacsolom, én bent levezetem én a feszkót, nem kell itt azért parázni. Értem, haza vagy, ez kiveri a nagy balhét. Így van, így van. Ott ez a hang. Ugye, Tomo? Minden bizony. Hol igen, egyet ért Tomo, értem. Igen. Most hallgathatom majd megint a linyát. Hát, akkor most beszólalj meg. Én egyet kérek mindenkitől, hogy a munkahelyre ne hozzuk be a magánéletet. Ezt támogatom. Én mindig mondtam, ezt nem velem tárgyaljátok le lenni vele. Nem mindig behozom. Ja? Jó, akkor de te tudod ezekkel kezelni. De jó, a bal kezed bökő hozni, különben nehéz lőni, meg a jobbat is. Figyelj, én felhúzom a sörétest, de akkor az nagyon durran. Nagyon átmentünk virágnyövből.
Te virágnak hívod? Nem. Én nagy balhénak. Tudod, azon megyek és kiverem a nagy balhét. Önnyi. Aztán lefekszel a... be. Nem. Na jó, szerintem ezt a témát öngödjük el. Szerintem is. Hát miért? Igazából nem, nincs semmi a rádió most. Hát... érdeklődik, hány túsz van még a bankba? Itt el az akcióparancsnak a... akcióparancsok uram, érdeklődik, hány túsz van még a bankba? Szóval egyelőre tárgyalnak, hogyha jól szom, akkor három. Ajaj, a sok túsz. Na mit csinálunk még háromig? Hát négy, tudom, várjon, négy jött ki, egyet kiküldtek. Mert hogy ne legyen izig, kell az az öt, nem hatot mondtak az elején? És hatra emlékszem. Ja, tényleg, akkor még tényleg, egy. Tényleg, négy akkor még egy. Úgy látjuk, olyan a memóriám. Nem, se, fel nem sem vagyok, még húzva. Értem. Felhúzva. Ja, ez olyan, mint a kis autó, tehát minden reggel. Figyeljenek, majd akkor leszek olyan, mint... pörög. Akkor leszek ideges, beülök abba az Audiba, 5 méter után nekimegyük az első kocsira. Nem velem fogadni. Ja, akkor leszek ideges, ha beül abba az Audiba, és 5 méter után elüt engem motorra. Nem én vezetek. Hát, hogyha valaki elüt valakit motorra, az biztos, hogy én leszek. Értem. Egyébként lesz üldözési sorrend, akcióparancsok uram. De... hát, BFS a BFS-t, a két lámbó, vagy két Porsche a két lámbót, az Audi a Mercedes-t. Úgy nézem, hogy valaki jött egy BMW-vel, az akkor szintén Mercedes, mert a lámbat nem fogja utolérni. A kamacsó a kamat, vagy mi az tahó a kamacsó, tehát ennyi. Ugye tökéletös. Igen. Annyit mondtam a Tomónak, hogy a BMW-vel jöhetnek segíteni az egyik lambósnak. Ó, azt lehet, hogy ezt a BMW-re fogja sinteni, de megpróbálhatjuk. Hát ugye veszíteni valók nincs. Vezérem, hogy vezettem. Hogy... hát Tomó, figyelj, utolérett padlózod. BMW-vel? Semmi. Aztán, hogy legfeljebb segít, mert hogyha valami csoda folytán elkapom, ja, akkor ja, igen. Kell hát akkor segíteni. Mercibe úgyis ketten fognak ülni, a Lambóba egy ember fog ülni, a másik Lambóba is egy ember fog ülni, a BF-be is egy ember, a Kamacsóba meg ketten. Figyeljék meg, ez lesz. Üzérőr nagyon nagyobb profi. Közben az ajtót. Mi folyik ott? Mit itt az akcióparancsokat úsztárgyalónak? Hopp, az aki miért nem kamerázó? Kamerázó, rohagyjál! Úsztárgyalót keresem. Úsztárgyaló még mindig az egyesem? Nem lehet, hogy az egyesem maradt? Negatív. Túsztárgyaló érintgeti a rádióját. Túsztárgyaló, hall minket, egy pánikgombot szeretnék kérni. Hallgálom, ha nem, akkor... Jelen vagyok. Hát, kolléga. Ne haragudjon, de azért így ne tűnjünk el. Elközöltem, hogy kell idő. Értjük, de ha kérdezzük, mert majdnem behatoltunk. Erről se gondolkodtam, azt közöltem. Lehet nem hallatszott rádió. Jézusa. Viszont hallgatjuk. Valaki lőjön le, fölyből. Beszarok. Fölvegy a túlsztárgyal, és elgondolkodik. Mén az élet értelmét. ...és okozni vissza, hogyha esetleg valamelyik kiesik. Illetve, hogy ezt mi sem tegyük meg. Hát, totál károsok vagyunk akkor. De ez a felüldözés, felüldözés alapból nincsen, én már úgy tudom. Nincs. Oké. Tudom, elkérjük az egy túlsz, tudják azt. Persze, ők ki ezt a kérdéstől. Akkor autóba. Parancs uram! Felüldözés nincsen, csak normális üldözzük azért. Tartsuk azt. Bukósisak felvétel közben ívás, az kemény. Éppen falatozó. Jóban. Jó, kész vagyunk bent. 10, ennyit az akcióparancsnak. Bárkinek bármilyen kérdése van az üldözéssel kapcsolatban.
annyi még a Lambót nem lettek kiosztva, akkor vezérőn egy Porsche-val legyen szíves az, nem a legszélsőt Lambót, hanem az egyel balrább lévőt. Alatt szerinted előrébb a soha többit a BF-be, hanem is úgy állt. Bárki van egy kérdése? A BF 400 lehet, hogy erre fogjuk jönni, jobb oldalra. Jó, maga álljon keresztbe, én meg akkor megyek arra. Vétel, akkor én megyek a Mercedes Lambóra, igaz? Pozitív. Amíg a Mercedes a... Mátya erre feláll az a BF 400. Igen, igaza van. Hátrébb megyek. Az Audi a Mercedes. Na miért megy hátrébb? Meglátja uram mindjárt. Lehetnek akkor ki, és akkor hangjelzésre fogunk majd indulni. De mindenki kapcsolja le, legyen szíves. Motorosokra, akkor vigyázzunk meg egymásra is. Vétel, Dani készen állnak? Pozitív. Nézőnyek, rintem az ültözés, mindenkinek sok siker. Motorosokra vigyázzak, elindulok. Az üldözünk. Szegény féket akartam, hogy nem rükvercet. Vétel, a kamocsó átment a szögesen. 10-40 eztek, vétel igen. 14, fegyverezzék le. Vétel, a Lambókkal elindultunk kifelé a keleti autópályán, Paletó felé. BF-400-ak csinálom fölé. A Mercedes is tart az autópályán, Sandy felé tartunk még. Ez bazd meg. Minden egység vizuális pontokban van? Ezt akkor igen, megteszem. A billentyűzet nagyon szép. Annyira tudtam. Köszi a röccsök, pozitív. Faszba, azt hittem erre jön. Kérdésem az egyesen, még vannak szabad egységeink, ugye? Pozitív, kettő. Ha nagyon kell erősítés, kollégák menjenek át az egyesre és kérek onnan egységeket. Közt az üldözést. De? Öreg este. 30 éves mondjuk a karakterem, hogy nem öreg. Lambóval feljöttünk a lehajtón és keleti irányba tartunk, főúton. Na, itt már mentek. BF-400-ak régi rendőrkapitányságnál mennek a Bürgerstadt fölé. Vétel, tudnak minket követni? Hoppá! Vétel, pontosan önök előtt lesz. Bizony. Milyen szépen betartotta a kreszt. Bizonyos. Itt ez esetben, hogyha Mercibe nagyon sürgős erősítésre lenne szükség, vagy kérnek erősítést, akkor oda lenyek szükség elindulni. Köszönöm. Jó, a közöbből jönni. De szarok a fékek. Lambók visszafordultak a keleti autópályán, a város felé.
meg. Biztos, hogy nem jött ki. És ezzel vizuális kontaktot is vesztettünk szerintem. Mit az axiomán sok az erősítés kérésre egy 10-10 szeretnék lenni? Ránk esett egy Sand King. De itt az elkövető és bűn között van erősítés gyorsan kéne. Azt gondolom, hogy lehet 10-14. Link van 0-0-0-0-14. Nem tudom elfogadni. Önök vannak palatóban, ugye? Az erősítés kérdődő. 11. Ó, hát ez nem fog odaérni. 0-0-0-3-49, indulunk. Szektévi szerősítés kérésére. Egyetség. Vétel itt Alfa 00159 tart-e még bárhol üldözés, erősítésre szükség van-e? Negatív uram, vizuális kontaktot vesztettünk a BF400-zal. Akcióparancsnok, Dani, egy 11-10-re szeretnék kérni a kamatsorról. Itt Dani, mert William Svetőz zászlós mentősökkel várunk éppen. Az esetben, hogyha van szabad egységünk, elvisztetek a vizuális kontaktot, akkor oda menjenek ki és biztosíthatnák a helyszínt a Daniekkel, vagy igen. Jövő jól, beldúkodsz. Vétel itt Alfa 00159-en indulok segíteni és biztosítani. Köszönöm. Sierra 99-08-on is szintén indul. Köszönöm. Vezérő nagyék az, hogy a kamacsó zöld nézést, ez nem volt tiszta. Kérem a kollégákat, zárjuk le, mert fognak minket ütni. 0-0-as kolléga zárja, elütnek minket. Jó, zárják le! Itt megérkezett egy piros kamocsó. Itt a kettes banknál. Kettes bank bazen. Itt a minden szabad egység oda menjen, itt már megveszünk elegen a Paratóban. Köszönöm, itt vége. Ez a kettes bank, köszönöm. Még a kettes bank. Szóval ezeket már meg kéne tanulnom. Randron transponáló NPC-k. 45. De mi esik? Ne gyere elém! Az meg! Legszuperásnak, mi történik a kamacsonál? Itt aki ide megjött piros kamacsóval, nem látjuk jelenleg. Ez a kettes van? Miért nem ide rakta a jelölést? Ezek maguk öldözték a Merkit, ugye?
Mentő felé kaptam. Jó, rendben, átment a szöget. Zártam le. Kettős van kellett igaz, 10 szóval. Hát, egy kicsit szédülés. Ütöbb ilyeséget. Szédülés ébeigés. Hány inger társul hozzá esetleg kettős? Nem, hány inger, nem csak egy kicsit így a nyakon terülsen. Adhatom azt, mondom, hogy olyan. Jó, ez esetben a... Lépjármű hang. Tomó, ide tudna jönni? Már nincs a zsebemben zsókoló. Elevirágítok először a bal szemébe. Majd vegye magához egyet. Illetve a jó. Vettem. Aha. Jó, szépen kikapcsolom a lámpát, visszateszem a táskába. Minimálisan lassú a pupilla reakció. Illetve mondtad, hogy a nyakad is fáj. Meg tudnál egy kicsit fordulni, megnézem? Köszönöm. Kicsit nyomd előre, légy szíves a fejedet. Mennyire más a monitoromban a játék, mint visszénybe? Sokkal jobbak a színek. Jó, engedj nyugodtan vissza. Esetleg volt még a nyugati oldalon szögeslent le. Mindjárt megnézem. Jó. Szerintem azon ment át. Kicsit elmozdítom szépen. Társuk, aztán ütközött. Jó, bakker. Hogy mehetett ezen át? Ajaj. Sobi József dandártábornok, a szöges drót a banknál nem főzhethető. Oda ragadt a betonhoz. Próbálja az, aki letette. 10 köszönöm. Önt is áll egy kamacsó. Jó, hát akkor én vissza is adom ugye az úriembert önöknek. Valaki másnak orvosi érdeklésre szüksége van? Így a nyakam. Nem, nincs szükségünk. Köszönöm. Rendben, akkor viszont én elköszönöm. Köszönöm a vezető szervet. Kitartásra kérlek, sziasztok. Viszont kívánjuk. Köszönjük. Az övem, a becsukom a kocsi ajtaját. Hol van a... A kamacsa még nem foglaltuk be. Értem, intézkedjenek kérem. Aztán még szöges nem tudják felszedni a sikátorban lévőt, vagy ami az úton volt? Negatív, az úton lévő. Elindulnak a egyenség, aztán megpróbálja felszedni. 14. Mit a kamacsóval? Hány fő volt? Szuparnosnak,
piros BF Rivica ez a hőszínen. Szép napot kívánok! Halló! Segíthetek valamiből? Hazafele tartok, csak megnéztem, mi van itt. Ja, baleset volt. Kérem, adj el a hőszínt. Viszontlátásra. Mondott valamit? Ja, hazafele tart. Lezárt területen van. Tény. Erre jön. Csak gondoltam, nem lövettem magam rögtön szarra, mert erősítésem volt a környéke, inkább elküldöm, de most ott áll, úgyhogy elkaphatjuk kollégait mögöttem. Igazából fordul vissza, hogy mehetünk után. Akkor irány. Ürőtökéséget? Álljon meg! Sierra 99084, piros BF 400-at üldöz. Álljon meg, szálljon le a gépjárműről! Azt mondtam, hagyjam a helyszínt, mert megyek is. Alfa 00159, a 2-es bank helyszínén megjelent egy piros BF 400-as, azt kezdték el üldözni a kollégák. Bizonyos, van még vizuális kontakt? 14. Kockádán lévő apartmanház. Lesznek a plat, álljon félre, uram! Paletóban vagyok, de indulok. Rádiózik. Menjenek már innen! Robi ABC-nél vagyunk. Érdeklődnék, hogy a... Hát itt lakok, menjenek már innen! Jó, szeretnénk, hogyha leszáll a motor és igazolnál magát. Itt negatív, most akartunk indulni. Akkor induljanak, én megvárom, ezért kérdeztem. Robi ABC. Menjenek már haza! Nem szeretnék hazamenni, igazoltatni szeretnék az urat, hogy miért volt lezárt területen, ennyi. Szép napot, uram! Már hazafele tartottam. Tögörmi tisztelet? Segíthetünk. Igen, kolléga úr bejött lezárt területre, és szeretném, ha igazolna magát, hogy mit körösött ott. Igen? Na, hello. Itt lakunk. Értem, hogy itt laknak, én nagyon örülök, hogy itt laknak, de maga az lezárt területen volt, és szeretném, hogyha igazolnál magát. Na, lezárt területen voltam, és azt mondta, hagyjam el a helyszínt, és elindultam. Utána visszajött. Nem mentem vissza. De átjött vissza a lezárt területen, mi az, hogy nem jött vissza, kiment, visszajött. Azért tűnk ön után, hogy igazoljál már magát. Hát, de maguk jöttek utána. Tény, hogy maga után mentünk, mi rendőrök vagyunk, és azután megyünk, aki bűnt követő. Értem én. Gondoltuk békésebb, megkérdezzük, hogy mi a helyzet. Hát igen, menjünk, menjenek a dolgukra, meg én is megyek, viszlát. Ez a dolgunk, uram. Álljon meg, uram, igazol... Meg kell pálni gombra, hogy látsz valamit? 3 kilométerre vagyunk. Vétel szomszéd utcában vagyok, mindjárt ott vagyok. 11. Motoros nem akarja magát igazoltatni, erősítés érkezett hozzá, itt vagyunk a Robi ABC-nél, motoros elkezd menekülni, egy sportgépjármű van vele, egymást akadályozzák, körülöttünk motorozgatnak, autózgatnak. Itt van a szekrényben a személyigazolványom, ide jó van, rendben. Hozza ki a személyigazolványt, legyen szíves, aztán... Hozom a személyigazolványt. ...neket az egy este, jó? Tehát azért ne addig vezetnek. Aki tudja, jönnek az egy este rádióra. Vétel, a motoros milyen célból lett üldözve? Lőzelt területre való behatolás. Kétsző. Felszólításra nem hagyta, visszajött kétszőr és nézelődött. Bemelek a motorosa házba? 10-4, Robi ABC veszőmből lakik, elvileg bőment a személyigazolványáért. Jó van. Az olyan fogja kihozni soha, de hát most mi a faszomat csináljunk? Nem mindenki berohant, nem csak ő volt egyedül. Látta, hogy mindenki berohant, most mit csinál a kollégunk? Aki a kettesen van, az menjen át az egyesre. Igen, kérem, mindenki. Köszönöm. Mindenki ilyen. Már valamit? Igazoltatás lett volna. Tögörvi tisztelet az úraságnak. Tiszteletem, a barátom egy pillanat múlva itt lesz hozzá. Egy pillanat múlva. Nagyon szépen köszönöm a kedvességet, megvárjuk, azt leigazoltatjuk, aztán megyünk békével. Rendben, ott jön. Rendben,
Igazi úriember. Itt is vagyok, elnézést, csak ellemetlenségért itt vagyok. Minden rendben. Gyógycsárt kérem egy személyt. Igazolványomat pillanat. Nekik azt mondták, hogy most hívtek ki őket, azért vártam őket. Rossz felé kanyarodtam. Jaj, nem jó. Ez se rossz, mindjárt visszaadom. Rendben. Parancsoljon. Nem tudom, hogy megnézni, nem érhetek hozzá. Értem, a vírus helyzet miatt értem. Nem a vírus helyzet. A jogosítvány akkor. Ízenkor lezárom. Tessék parancsolni, biztos úr. Tóbiás Uán. Így van, mikor született? 1993-01-01, uram. Értem. Van biciklire, meg autóra. Jó van, nagyon jó. Akkor kiállítok önnek egy csekket rendőrelőre menekülés vágyával. És akkor ezt befizetheti 3 napon belül, és akkor megyünk békére. Nagyon szépen köszönöm, hogy együttműködő volt. Én elnézést, hogy félretettük egymást. Időrendben tisztáztuk, mennyi, ez a lényeg. Mennyi pénzed? Amely legőzöm nincs, mindjárt rájövök. Mert amíg... Nem lehet esetleg egy figyelmeztetés, nem fordul elő többet, mert nincsen pénzem az a baj. Az a baj, hogy kétszer jött vissza, hát nem kell most befizetni ráért. Kölcsökér a barátaitól, befizeti. Hát tudja, az a baj, hogy éjfélkor levonja a bank, hogyha nem fizetem be. Egy szóbeli figyelmeztetése nem lehet elintézni, biztos úr, egyszer voltam ott. Nem, sajnos nem tudom elintézni, úgyhogy kiállítottam önnek egy csekket, az a tiszteletes kérlés, hogy ezt állítsa, fizesse be 3 napon belül, amennyiben nincs, így van, amennyiben nincs pénze, kérje kölcsön a barátait, ahol jó sok barátja van, nagyon népszerű ember lehet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az együttműködést még egyszer. Én köszönöm, még egyszer elnézést a fejlesztését. Így van, legközelebb, hogyha valahova megy, előtte nézze meg a telefonját, és egy nagy kék kört lát, akkor kerülj el a faszra. Garantálom. Hát jó, tudja, a motoron nincsen GPS nekem. Azért mondom, autóban indulás nincsen. Előtt, akkor tervezi az útvonalat. Vagy hogyha megkérjük, hogy húzzon el, akkor ne jöjjön vissza. És akkor minden rendben van. Nagyon szépen köszönöm az együttműködést. Kollégáknak meg köszönöm szépen a gyors kiérkezést, kicsit sokan érkeztünk. Jó van, további szép napot. Megbüntetett 30 ezerre, hogy hívják? Sobri József dandártábornok. Sobri József, menekültem állítólag előle. Na mindegy. Ebben a kereszt nem tartotta be meg dolgok, úgyhogy kereszt, örüljön ja, neki. Ennyi. Örüljünk neki, hogy ennyi. Így van. További szép napot. Aztán örüljön, hogy ilyen. Tessék? Mondja még egyszer. Csak annyit mondott, hogy örüljön, hogy él. Nem gondoltak komolyan, nyug. Jó van, azért szóljanak a barátjuknak, hogy okossa. Köszönöm szépen az együttműködést, vigyázzanak magukra. Minden jó. Az ármi intézben vannak. Kapott egy 30 ezeres csekket, rohadjam meg. Mi megyünk forgalommal szembe egyébként? A szolgáltatásnak, akkor olyan kérdésem, vagy kérésem lenne, mint ahogy azt már egy kicsivel ezelőtt, bárki nincs a járvartása, azt kérem jelezze, illetve 5 percenként minden egységtől 11-15 szeretnék kérni automatikusan abban az esetben is, hogyha már lejelentetik egyszer, hogy hol vannak, és azóta nem történt változás. Itt a végén. Izé, Sobri József Szierában túlja. Amennyiben engedi, uram. Vétel egyedül van Szierában? 14. Bizonyos, van esetleg még Lincoln egységünk? Előbb egy őrmesterről hallottam, akkor egyedül volt. Tomó keresítek, David. Kapszulázik. Bizonyos. Nálunk is a 0086-os egységben és 3 MBR vagyok. Akkor adjon át egyet, Kend uram, és akkor meg vagyunk 2 párba. És adhatok én egyet, vagy nem tudom, a kollégák akarnak esetleg együtt járőrözni, nem tudom melyik ők, micsoda az egyik az őrmester, az biztosan tudom. Jó van, Könd uram, akkor magával szélső járőrözni, bár rége volt. Hát akkor visszamegyünk a 0-0-ra, aztán megbeszéljük. 10-4. Vézit Lincoln 00041-es 15 bányászöltöző, vételője. Kitölteni a nagy sütörzászos 10-10 további jó jelöl szolgálatot. Upírnést.
Miért PS3 marad, csak miért laggoltam akkor? Ürőtögészséget? Kent uram, törég láttam. Ézere meg egy éve. Na, úgy van az. Találni, hogy akkor mi a jó Isten csinálja. Menjünk Sierrába, mi köttön. Menjünk ki palett. Az dolog, de látja, hogy mike, itten vagyom, vagy három kolléga még, aki úgy értő? Látom, hogy legalább kettő az őrmester ura. Ide árban őrmestörök? Főtörzs őrmestör. Hát akkor jók vannak. Hozzon uram egy motort, azt megyünk és járőrözünk Sierrába. Az urak pedig járőröznek Alfába, mi az Istenbe, Ádámba. Ah, én már nem tudom. Akkor kerítek. Na milyen motorod van, Jóska, egyébként? Ilyet keresi? Én most visszamegyek egy BMW-ért. Most éppen BF400 van nálam. BMW-t hozzon, Kent ura. Ha jó van, akkor hozok asztat. Menjenek akkor. Asztat hozzon. Bármi van, szóljanak. Jöjjünk segíteni. Jó van. Na. Még elmész akkor a másik motorod, de Jóska, akkor kis türelmedet kérem, megyek majd oda utána. Jó van. Vétel kollégák, itt Alfa 00159. A piros motoros, aki az előbb a lezárt területen volt, most jött vissza a két kamacsóért, és állította nekem, hogy ő ezt most haza akarja vinni, és hív hozzá a szerelőt. A VR transzosok jelenleg még mindig nem érkeztek ki. Szükség van erősítésre, uram? Egyelőre egyedül vagyok itt, csak. Érkezem. Szerintem nem lett lefoglalva a kamacsók egyébként. Szerintem meg lehet. Meg lefoglalni még egyszer, már el kellett volna vigyék a virálosok. A motoros közben még mindig itt motorozna. Mit szolgálatkarosra engedjék neki, hogy elvigye motort, akkor egy egység nagyon szíves, hogy kettően idolni erősítésnek, és akkor legyünk szívesek akkor intézkedni. Köszönöm. Ott van, és elsőzegné vissza. Rádion. Vétel, a Zoli ember, akivel önök össze csaptak Balettóba, ön szeretne mindenki. Hát, amúgy jelen pillanatban város túloldán vagyok az Asztakásztán, és csinálják a kocsit, nem fogok tudni odaérni, vagy csak legalább 30 perc még odaérek. Ezt is lefoglalják. Nyugodtan mondja neki, hogy adja le a jelentéseket. Köszönöm az együttműködését. Hívjon fel külön, jó? Ne rádióban. Ürőtögészséget. Ez esetben lesz, akkor hozzon ki a kötes ideig. Érdeklődnék, hogy van-e HLS kollega, aki tudja intézni az SMS-t. Biztosan. Vagy vizsgáztatás van? Pozitív, az utóbbi. Ilyen hiszét biztosítok, uram. Kérdés, most melyik autó felett? Ja, igen, így nehéz. David Mokor. GPS jól lesz, jó? Ugye, én eleve nehézségekbe ütközök, de a civil életben is jó barátom. Ürültögészséget, kollégák! Ürültögészséget! Jártak egy piros motorost, akkor az itt nagyon kövöri a szartot. Jöjjönnek, óvatosak legyenek. 14. Vigyázzon onnan. Talán legyen ködvös. Köszönöm szépen. Majd megjövök. Ezt a parasztot. Szerintem egy téridő kontinuumi dolgok vannak, mind a két autónizó rendszámban. Átrendszámozták őket.
Hogy mi? Tényleg? 398 ennek is, meg annak is. Vicces. Mint hogyha mi is a rendszám. És tényleg ugyanaz a rendszáma. Nem tudom, melyik volt akkor lefoglalva, elhiszem először azt, azt megnézzük. Hát mind a kettőt kell így is, úgy is. Uram, nem lehet, hogy ilyen hamis rendszám, hogy megtéveszelek minket? Lehet. Viszont... ki kéne deríteni, hogy írtak-e már jegyzőkönyvet, mert ezt az infót lehet, hogy föl kéne írnunk. Őnézést, a piros kamacsú igazoltatásánál a jegyzőkönyv készült-e, vagy még folyamatosan van a kihallgatás? Szerintem még kihallgatnak éppen. Köszönöm. Csak kéne rohanni szólni neki. Amit végeznek, a kihallgatásra Danny Williams és járőrtársa végzi, szóval hogy őt kell keresni az ügyben. Értem, a jegyzőkönyvhöz össze egy adalék. Két kabacsú volt itt, mind a kettőnek ugyanaz a röntszáma. Énemes, 398. De majd mondom nekik is, köszönöm. Hol van a kicsi csenne? Kettős banknál biztosítom a hőszint vezérőrnagy urammal. Oda. Hogy gondolja, ketten addig elbírjuk, akkor égen ővel elbírjuk. Járőrözni. Iva, menjenek járőrözni, aztán ha gáz van, nyomunk egy csipogót. Bekopogok. Köszönjük. Megkérem, hogy húzzák le az ablakot. Kollégák, menjenek nyugodtan járőrözni. Ha bármi van, csipogót használjuk. 14-es. Köszönjük. Köszönjük. Ilyen jó hangszigetőnök ezek az ablakok, fősütünteni az autó. Hát igen, igen. Azt a mindenit. Ezek az ablakok nagyon jól hangszigetelnek. Értem, uram. Ezért ön vezérőr nagy. Mutatja, hogy kő. Az utolsó SMS-t intézem majd. Ja, Istenem. Jézusom. Kell lesz nekem egy BBO-s. Mi a fasz? Tököm is kéne egy csomó mindön. Nem tudom, fizetésemelés. Én nem pénzé dolgozom, nem én szeretem a munkámat. Van elég pénzem, kis lakás kibérlek, kaján van, mikül még. Ez egy jó gondolat. Inkább az kéne, hogy mondjuk vakézodom még, hogy uram, igaz utat is szeretném, akkor ne körözzön körülöttem motorra, meg hívja a bohátait, mert ezt kezdek kicsit kiakasztani. Hát most az az igazság, hogy itt megint van egy kis probléma. És ugye ez ebből lesz egy kis probléma? Hogy ugye itt volt ez a remek bankrablás. Igen. Ugye ezek a piros kamacsok itt robbantak le, mivel hogy az egyik ugye innen menekült, a másik pedig ugye segíteni akar, de nem tudott. Na már most, a piros motoros úriember, aki az előbb itt volt, jött, és azt mondta, hogy ő haza szeretné vinni, hív szerelőt, és hazavinni. Na már most az előbb ugye hazament a Robi ABC-nél egy lakásba. Így van. Akkor a piros kamacsós rablósok, alias a Robi ABC-nél lévő lakásban vannak. Hát, uram, deduktív képessége is Sherlock Holmes-éval bötöködnek. Tudom, járok ex jelenleg. Nem tudom, szereti a kekszet. Attól, hogy egy ember ott lakik, az nem jelenti az, hogy az összes ott lakik. Nem, de a kamacsó is ott lakott, beüljött a kamacsó, és azt mondta, hogy jövő a kamacsó, meg a másik kamacsóra is ezt mondta, ugyanaz volt a röntszem. Így van. Tehát logikailag azt tudom mondani. Akkor viszont megállja a helyét a logika alja. Mert hogy azért jött, úgy jött ide az úriember, hogy ő haza hív szerelőt, és haza akarja vinni. Na már most, gondolom nem egy idegenházba megy be személyigazolványért. Igen. Mert hogy beállt a garázsba. A lehetséges. Jó. Szolgált után írok egy rövid jelentést. Elküldöm vezérőrnagy úrnak. Ezért akartam egy BBO-s megbeszélni ezt, hogy erre oda kell figyelni most már újfent. Igen. De jövőjék, hogy akkor ott laktak és pont a legközelebb bankhoz bennök.
ki tudja. Ha, lehet, hogy lustak. Vagy valakire rá akarják. Most is az vagyok. Hát ott most se hát dolgokat intézem, hanem biztosítok egy helyszínt, sokkal jobb. Ezért őr, hogy úr eszemegre úgy vág, mint a beretva. Tötszik. Ugye ezzel tisztában vannak, mi olyan jó beszélgettünk, onnan eltűnt a kamacsó. Az hogy lehet? Az Isten nyila van itt egyébként, ne, én itt nem látok semmit. Ezt nem értem, ott állt a vezérőr nagyú kocsija is, az mi jött ide? Nem tudom. Nem tudom, miért... Azt a kamacsót, onnan elvitték. Nem vagyok benne biztos, hogy nem a Viatrans volt a másik járattal, ami tudja olyan láthatatlan szörű. Mert az biztos, hogy arra érkezett valami. Lehet. És arra ölöm. Arra láthatatlan járat vitte el? Elvileg nem. Nem. Hát mert arra lent először, ahogy hívják a kollégák által a befoglalás. Ez lehet valami anomáliás. Lehet, hogy akkor itt az lesz a vége. Ugráló elvtársúr. Értem. Lehet. Na jó, akkor... Mindegy, a lényeg az, hogy bent van. Zárja le a jelentést, azt ad meg ki. Köszönjük szépen. Köszönjük. Ezzel a kollégák önövisékező a nagy szarra, mert ez fáj. Ó, nem hamis a röntszel, hanem égszakták. Úgy látom, Jóska, hogy nekem forrultak a festékkel, amikor meg odaadták ezt a mot... Hát mi kötelességünk őmönni a csuda mechanikába, aztán ott a mög csinálják. Na jó, van, hát akkor odavézessén az ési útunk, úgy tűnik. Nem tudom, addig én viszem, ameddig te akkor élmész a másik motorod, én meggondolom, az akkor utáljön, hogy nem ezzé. Legyen ennél pénzbe, pönc kérnek értő. Nem dolgozzak ezek ingyő. Nem olyanok, mint vidékön voltak. No fene, pömöntöm rendőrként. Ott akkor visszafizetni a kölcsönt, hogyha még ezért is fizettem kölcsönt. Hát, ura, a kölcsönt fővenni az önkorában már nem biztosíték. Hogy adtak önnek kölcsönt? Ha, megesik, de hát reméljük, hogy még sikerül. Jó, már is bízom benne, nem azt mondtam, hogy nem bízom benne, csak hát azért, na, hát nem szabad fővönni. Miért nem szólt nekem, adtam volna. Nincs sok, de odaadom szívesen. Ah, ugyan már, Jóska, neked is kell a pénz. Mire? Tudod, nagyon jó. Igaz, barátok. Így van, hát én a János Kend uramnál tanultam a röndőr-pandúr életöt. Miten nincsen egységünk? Ó, igen. A jó öreg Jóska volt az, aki átvette tőlem a kapitányságot, amíg a nyugdíjba vonultam. Így van, aztán visszahívtak minket, hogy így nyílik az új kapitányság, aztán ottan külvidéken, az észből, a vörném börökből tartani a röndöt. Egy külvidéken lesz nekünk. Palettó. Kinné éjszakon, nem tudom, még hát mindig a kisvárosnak a nevét. Arra járok. Oda járok mindig haza. Özérőr nagy uram, van hely az őrsön, bármikor szívesen látjuk egy kávéra, étőt nem tudom, hogy oldjuk, mert úgy hallottam, a boltok bezártak. Már sokan laknak ottan. Nekem is problémás, mert most a múltkorában éppen fel akartam tűteni a házamat egy kis pálinkával, gondoltam, majd meghívlak béget, de aztán utána egy körbejártam, aztán összes bolt be volt zárva. No fene. Nálam jó erdélyi pálinkát tudnak inni, ha úgy van. Ó, azt nagyon szörötöm. No, hát ezt valamikor meg kéne ejteni. Hát egy ismerkedés pertut meg kell lesz majd most már inni. Töljesen ögyöt értek, vezérőr nagy uram. Mindenképpen. Ez a héten ne üssük nyilve szerintem. Rendben van. Csördán is, mert pénteken is szolgálatban vagyok. Hát a holnapi nap kivételével bármelyik, nem? Én a péntökről javasolom a voksomat. Én is inkább azt mondanám, hogy a péntök az jónak péntek. Kicsit akkor... szolgálunk aztán meg, hát aztán védünk. Építésnek. Így van. Védőital. Kicsit szolgálunk utána, meg kicsit szolgáljuk az egészségünket. Így nem van, hazudom igen. Azt, hogy az öltözőszekrényemben véletlenül van pár üveg pálinka. Nem tudom, hogy került oda. Kocsimba találtam, azt beraktam. Higgyel, hogy... találtunk mi már öltözőszekrényben mást is. Jézus úristen, olyan, amit tudni akarok? Akarom én ezt tudni, egy micsoda? Repülőgép benzint. Mi a fene? Öltözőbe. Öltözőszekrényben, ott tárolta az egyik úriember. És nagy sumák volt, mert beleöntötte a mi autónkba, és el is repültünk az egyik vezérőrnagyjal a előttem lévő vezérőrnagyok közül. Jézus úristen! Így, az bizony szép dolog. És ők kapták az ömbört, tudják ki volt akkor? Persze, tudtuk. Ó, van, gumibot akkor megjárta a végbőlét. Nem, semmi ilyesmi csak. Én nem. Lapátra tettük. Az se rossz. Én azért meg gumibotoztam volna. Van, akinek lapát jut, van, akinek kapanyő jut.
Hát nálunk mindig medve jutott az embernek. Tudják, én Erdélyből érkeztem, aztán náluk az emberek futva mentek fel, meg medve. Jó, itt volt. Ilyen. Egyik medve jobbra, másik barna. Látom az ő, akkor látott egyet mást az urasat. Szeretem az ördély viccököt, tök jók. Bólintottam édesapámtól kezdve. Na menjünk, uraim, én azt mondom, menjünk szolgálatba. Igen, igen, mert amíg a végén itt megszólnak mink. Nem mernek minket, ne aggódjanak. Vigyázzon vezérőr, a rúj, baj van, szóljon, jövünk. Én megyek a mihába, tetetek rá valami festést, aztán találkozunk akkor. Mindig szolgálatban sok van, bárki rád? Kend uram, nagyon szép a bukós is, aki a jó a rózsaszín. Pozitív. Érdem 0-0-0-84-10-45-99-es kapitányság. Elnézést, Sierra. 14, köszönöm. Vétel itt Alfa 0-0-159-10-44-00-es kapitányság. 10-45. 10-44 ez a baleset tesztem. Nem indulok a helyzet. 0-0-0-86-os motoros egység. Irány a csudoméha. Nem erre akartam gyűnni. Szab meg a jó Isten. Valak ilyen droppok. De az jó jelben, akkor viszont sokan vagyunk fent a szervere újra. Ez a kék jel ott. Tökénységű. Szükség van örülsítése, kollégák? Negatív. Jó napot kívánok. Vigyázzanak magukra. Kód 8, hogy jön 10 percre. Itt az igen. Én miért kerülök? Ja, mert megnézzem a rendőr kollégákat. Ami logó gyorsan mögyök. Húzzá már innen. Pár dolgot. Milyen kapaszparom? Parker fegyveres, láttam az STK-t. Lövés is volt. Ezt egy utólag közbazz. Fitti futti, fitti futti, fitti futti futti futti. Tudod magyarázni nekem karakterem, akkor... Ja, fasz! Előrészt nem volt benne semmi. Mindegy. Most már belerakom, bazd meg. Kihoztam, belerakom. Odaadom a kutyának. Ez miért nem zárult be? Mi van? Tud.
Erre megyek utána. Ó, én ide nem akartam bejönni. Elkerülővel megyök. Hova megyök? Hogy ő találok mindenhol, hogy csak na. Nem a legrövidebb úton, de oda találok. Ez a lényeg. Csak a motor, csináld az Audit. Ürőtögénységet? Hello, hello. Különöm időrödben csak kollégát várom, ő végfőstödbe. Ja, akkor meg... Igen, arrébb állok, ha jön valaki, csak itt látta, hogy van helye, azért gondolta, addig beállok. Állj a posta arrébb? Szavarok? Igen, ide a fához, ha megkérhetem. Átállok. Ugye itt az emelő. Mondjak. Ó, miért vagy olyan jóska? Itt vagyok a garázsban, mit tűntöm, én mentem a motoré. Itt vagyok a bőjáratnál. Jó van, akkor megyek oda hozzátok. Jó van. A kolléga csak kicsit nehezen érti meg a dolgokat, hogy kint találkozunk. Mindegy. Jó, hogy van, szerelő uram. Tudok segíteni? Nem. Ja, nem, én nem beszéltem az előbb. Nem kell, köszönöm. Nem. Kollégát várok. Őrézést nem figyeltem. Oké, sokes. Tehát szép napot akkor. Viszont kívánom. Vigyázzon magára. Ennyi Tesla állítan, te jó ég. Hát, ez már Tesla-s lesz. Ide ki lesz, oda ki lesz írva, hogy Tesla műhely. Ja, értem, ennyire szarok. Vagy ott szörölik el őket? Nem, ennyire jó, hogy nem kell. Hát, ha olyan szarok lennének, akkor nem kint állnának, nem bent állnának. Hát, franc, ugye lehet olyan jábőt, hogy nem férnek már bő. Tudom, hát nem bízok bőndük. Nézze meg, senki nincs bent. Csont üres az egész. Jaj, rosszul vagy a cégnek? Nem, nem. Nem, most nagyon sokan pihennek, stb. Értem. Igazából van úgy, amikor tényleg megrohamoznak, hogy például van, amikor egyedül szerelek, ilyen 9 óra után, és így megrohamoznak 6 kocsi, stb. Festés, minden. Éppől egy jó sikerült bankrablás követően mondjuk. Aha, na. Igen. Ja, szoktunk mi is ide járni. Biztos ismerik a ruhát, fölismerik, látják. Főleg rendőrök jönnek akkor amúgy. Főleg rendőrök amúgy. Igen, nekem is volt ma balesetem, de az most nem mondják, hogy nem tudok vezetni, amikor követem az ő követőt, az már amikor mölé érek, rám rájtja a kormányt, én meg kirepülök. Hát most őre mit mondjak? Jaj. Én nem azt mondom, hogy a rendőrök nem tudnak vezetni. Ja, azt hittem. Általában rendőrök jönnek a üldözés után. Hát igen, meg kocsanás, meg mit tudom én. Tessék? Biztonsági övet ismerni kell. Motoron? Az szép baleset. Jóval. Ott nem már. És őszettém, hogyha ez a nagy drágaság így velem együtt repülre, kurva jó lenne. Együtt földet érni, mert még jobb. Hát ez attól függ, hogy ön elúl van, vagy felül. Mert hogyha arra nem vagy élvezetes. Nem tudom, mert mondjuk a fűre esek, még elcsúszok, de ez alattam, és ez együtt esek le, akkor ketté török, mint a... rohatnád. Hát, hogyha esetleg ilyen történne, akkor írja már az én nevemre azt a jó kis motort. Köszi. Már úgy értem, miközben repülök, írok egy meghatalmazást, hogy ő örökli a motort, amikor mögdöglök. Aha. Nagyon kedves az úriember, ezt megjegyeztem. Igazi barátságos keresztényi hozzáállás. Nagy véletlen megcsúszom szemlevel a kezed, mi? Éva. Szemle ez oké. Jó emberök, ahogy szerelik a kocsijainkat. Vétel itten Bottyan János, egy Csontos Gergely nevezeti úriember érdeklődik, hogy állítólagosan félvétert nyert a kapitánságra a 99-esre. Ezt itten vár valakit a kapitánság előtt. Jó, megy, bocsánat, másodperc türelmet. Nem, természetesen. Elvihetem itt egy körre, hozom vissza mindent. Nem, sajnos nem, engedhetem meg. Talán. Ülőtögénységet, itt várom uramat a csuda műhánál, mőre van? Itt vagyok a
99-es kapitánságnál, de jó is, hogyha itt vagy Jóska, mert itt van egy úriember, azt azt mondják, hogy állítólag a 99-es kapitánságra vették föl. Én nem tudok róla semmit. Intézni nem tudom sajnos, csak egy bizonyos ideig. Egy kis türelmet, de én meg a Böhánál várom Kenduramat. Hát gyere ide akkor a 99-es, mert itten vagyok. Azt mondta, hogy itt vagy a garázsnál. De, azt mondtam, ide. A csuda Möhánál vagyok a garázs bejáratnál. Jó, van, akkor én vagyok másiket. Úgy tűnik, uram. Bőm, bőm. Gyűjjék ide könd a 99-et, aztán megbeszéljük. Azt számít, hogy nem akarok oda menni? Nem akar ide jönni, az mondja. Indulok, uram. Nagy értékű szállítmány lesz, kollégák. Istenem, öreg már mit az országút, de a jó rendőr. Na egy pillanat türelmet, megnézem, hogy... Ja, nem pillanat türelmet, elköszönök. Vigyázzanak magukra. Ön is további szép estét. Ők kérném, hogy álljanak arrébb, nehogy itt gázolás áldozatai legyenek véletlenül. Há? Nem baj, kibírom én. De úgy bírja. Vigyázzon magára. Vétel Denit, Farkasáradár vezéről nagy. A jegyzőkönyvet megírták már? Pozitív, nálam van. Mind a kettő másolata, úgyhogy... Jó, majd felkerestém, hogy pár dolgot majd még bele tudunk írni esetleg. Pozitív. Köszönöm. Mary Sturgeon, Szanácsön főtős őrmester, keresi az elhagyott főjárőrtárs. Ő hagytad, nem becsülted, ott hagyott. Ennyi. Hoppá. Itt van a Jóska gyerek, az majd alatt a többét tud. Őrő tögéséget, Sobri József dandártábornok vagyok, itt tiszteltek az úrba. Csoktos Gergely vagyok, és fölvételt nyertem a rendőrséghez, a 99-es körzethez. Értem. Jöjjön velem, kérem. Oké. Szolgáltalánosnak, parancsoljon. Kérhetünk még egy egységet a főpublik feletti kórházhoz, a szállítás biztosításához. Tubó Clarice, ilyen vezérőrnagy urat körösi, Sobri József. 80 van. Még egyszer. Kód 80 van. Jó van. Tubó urat meg kell várni. Vétel itt a 0086-os motoros egység. Tudok esetleg érkezni, ameddig a kolléga intézkedik. Jött, akkor a rádióról. Szolgált parancsnál, akkor az elérhető egységek legyen szívesen indulni a kérésre. Köszönöm. Jó van. Én most én nem fogom önt állományba vezetni, megvárjuk Tóbó Clarissian vezérőrnagy urat, abban a pillanatban, hogy végzött, akkor ő fogja állományba venni, én addig körbevezetem a kapitányságon, és elmondom a fontosabb tudnivalókat. Egy pillanat türelmet még. Okay. Önézést, ő a 99-re lett fölvéve, ugye? Igen. Másodperc. Türelmet. Zög Davis vezérőrnagy urat keresi, Sobri József. Jó, mindegy. Akkor megcsináljuk. Istenem, ezzel kell mindig szarakodni. Mert a rádiónkat, hogy nem válaszol senki semmire. A internet. Az kell nekem. Felvételi.
beülnek hárman, hogy beüljön a kamion. Ő nézés, még egyszer mondja, kérem a nevét. Csontos Gergely. Csontos Gergely. Ó, oh, faszom berakta a Tomó. Tomó! És az újdokségba rakta vele. Csontos Gergely, rendőrperre javasolt, jó. Adatbázis összesítő. Oké. Okay. Leader panel, munkavállalók is. Leader panel, hol munkavállalók? Zsíros B5-ön, jó van. Csontos Gergely, nagyon jó. Igen. F6. Mester. Igen. Jó van. Jöjjön velem, kérem. Látja itten ezt a szökrényt? Gondolja rá alternatívan. Halló? Hall öngöm? Uram, jöjjön be egy negrót. Á, passz meg. Igen, hallom. Nagyon rossz hangja, vegyem bőj negrót, kérem szépen. Meg ezt sattam. Nagyon szuper. Jó van. Látja itt ezt a szekrényt? Igen, látom. Jó van. Gyújjon belő, vegyön ki egy csipogót, meg egy jövvényt. Utána mondom, hogyan tovább. Raktálnál hol? Hova menj? Mire kéne gondolni? Hát az volt, ha látja a szekrényt. Gyújjon belő, alternatívan gondoljon rá. Bőj ki egy jelvét, meg egy csipogót. Egyet-egyet. Figyelj el oda rá. Egy jelvét, akkor... És akkor... A csipogó az... Hol van? Nézzem meg. Nem nehéz. Második sor jobb széle. Meg is van. Jó van, vegyük ki. Húzza fel a jelvényt először. Jó. Akkor... Jó van. És most a csipogóval tudja magát szolgálatba. Csipogó. Azt írja, nekem nincs a jogosultságom a csipogó. Pillanatürőmöt. Pillanatürőmöt. Megint csinálja, de... ugye nem végzett ma semmilyen munkát? Nem. És három napja nem dolgozott, ugye? Oké, csinálta, abban egy tíz.
tehát szabadúszó állampolgár volt, és nem végzett semmi pillanat. Uram, várjon meg, uram! Örültögéséget, uram, kéne egy kis segítségbe, nem tudom a mondja. Új fölvettett őrmesteri rangba rakni, nem engedi a leader panel. Uh-huh. És most vettem fő. Mármint fővették tegnap Tomó Clarissian, ő vezérőrnagyék, és most intézem a fővételét. Csontos Gergely. Rendben, akkor jöjjön az úr be ide az irodámba. Kövesse az altábor nagy urat, kérem. Kövesse az altábor nagy urat, kérem. Kiveszem a fiókba a tabletet. Jó, hogy hívják a urat? Bent van már az állományba? Igen. Igen, uram. Aha. Hú, de halka. Igen, hang problémái vannak, a torka biztos megfázott. Jó lenne, hogyha meggyógyulna. Csontos Gergely, őrmester. Jó. Akkor most már sikerült, ugye? Kérem, vegye le a jelvét és rakja fő újra. Igen. Igen. Nem. Az altábor nagy úr. Igen. Vagy ügyen. Tökéletes. Nagyon szépen köszönöm a tábor nagy uram. Az éjjogosultságom még kevés. Az úri embernek kell adni egy csipogót és egy jelvényt, mert azt nem bír kivenni se onnan. Ki tudta venni a csipogót meg a jelvényt, csak használni nem tudja ilyenkó. És honnan vette ki? A honnan? Szökrényből. Ja, végül is igen. Én onnan szoktam nekik adni egyet-egyet, mert van oda berakva. Én nem. Lőfegyver vizsgálja van-e? Nincs. Nincs. Jó, egyelőre, amíg kadét rangban van, addig onnan a raktárból vehet ki egy darab Storm típusú lőfegyvert. Jó. Plusz egy sokkolót. És itt figyelmeztettem az urat, hogy a raktárből van kamerázva, és hogyha majd más vesz ki, akkor azért gumibot jár, olyan helyekre van, ab nem süt. Igen, én belenézek a raktárban, rendben raktam, kivegyek, hogy kiszólt a másik. Jöjjön. Ja, előbb öntözünk el, jöjjön velem. De jó irányba vettünk, bocsánat. Másik kapitánysághoz szoktam. Ó, van. Itt kérem, vegyön föl a kadét ruháját. Nem ott. Álljó ide, ebbe a szekrénybe van az egyenruha mindőkinek, aztán berakja a sajátjába. Ha, professzionális. Még a cipőt is. Cipőt? Én nem kaptam cipőt. Biztos, hogy kapott cipőt. Én három ruhát kaptam. Ki van zárva? Uram, kezdjem valamit a hangjával, mert agyvérzést kapok. Okay. Köszönjön meg a torkát. Köszönöm. Na, megvan a cipő, mondtam én. Jöjjön velem. Le fogom verni ezt a gyereket. Jó. Átadom én önnek a cuccokat. Szolgálat után, amit most kap, mindent ide visszarak. A csipogó kivételévő. Csipogó van önnél, ugye? Igen, van. Kölcsön az egyes fakölcsön tartozkodik. Még egyszer? És hogyha én itt a leltárat, én nem tudom meg itt. 10-20. Várjon egy kicsit. Louis Mateo, hadd legy újra az egyesen. Jöjjön velem. Hogy van olyan kollega, aki esetleg járatársat keres. Igen, új kadét most került fővételre, 99-esre, kérem szépen vegyék föl, és járőrözés kezdjék meg vele. 14-es, indulok. Köszönöm szépen. Vegyen arrébb egy kicsit. Vétel 99-70-es,
10:45 perszétenem. Ne adja meg magát. Hát, látja? Ott van egy könyve. Uram, jöjjön-e pszichológiai vizsgálatra? Kicsit hangosabbra vagy a rádiójára. Jó van. Jöjjön velem. Erő egészség egy hosszolgálatot. Kapott egy golyóálló möllént, kérem húzza fő. Meg is vagyunk. Húztam. Tökéletes. Ahol voltunk raktárban, mindent, amit most fővött, a csipogó kivétel, meg a jelvény kivételével visszarakja a szolgálat végén. Mögérted? Oké. Jó van. Kolléga elmondta a fővételinél, hogy mik a feladatai? Önjön már le fel a lépcsőn, kérem szépen, ne itt álljunk meg. Kolléga... elmondta. Jó van. Akkor tudja, hogy szolgálat végén naplózni kő, leírni mit tapasztalt, meg dolgok. Nekem azt nem mondta. De... jó van. Milyen naplő szolgálatban? Első napján még nem kell csinálni, most fölveszik a kollégák járőrözésről. Megtanul, meglátja, hogy működnek a dolgok. Péntökön szolgálatban van? Kadét? Péntökön igen. Igen, igen. Ne figurázzon ki, mert azért bünti el. Szóval péntökön szolgálatban van ő. Igen. Jó van. Akkor péntökön hánykor jön? Pénteken olyan 6 óra felé, de hogyha úgy van, akkor adok magának egy telefonszámot. Ugye ezt most nem gondolkodom, mert én adok telefonszámot, és amikor szolgálatban péntökön, ők keresi Sobri József tandártábornokot, 3 osztályvezetőt, azt ott erre igazítom magát, hogy mit kell még csinálnia. Addig megfigyelés gyakorol, hogy a vizsgája sikörös legyen. Számom 53989. Jó van, megjöttek öné. Üdvözlöm kollégák, önök jöttek a kadérté, ugye? Egyedül vagyok. Nagyon jó. Üljön be a kolléga mellé, azt közje meg a járőrözés kadétot. Vigyázzon magára. Köszönöm szépen, kolléga úr, jó közökből össz. Tábornok úr, mit tetszett elmagyarázni az úriembernek? Rádiózással kapcsolatos dolgokat eltetszett? Még semmit nem mondta neki, állományba vettem, fölöltöztettem, adtam neki uzsonnát, meg pár skulót, azt mondtam, hogy menjen egy jó bröndőrre járőrözni. Úgyhogy ez a kérésem, hogy járőrözés közben mondja el neki az alapokat. Jó, rendben. Nagyon szépen köszönöm, Haddagy úr, vigyázzon magára. Viszont József. Mondja. Egy javaslatom lenne, ugye most a civil vizsgáztatás ugye zászlóstól elérhető lett, mindenki pénzére. Így van. Kötelezően van végezősve, viszont én se vagyok vele tisztában, hogy ezt hogyan kéne pontosan. Hát mit? Hát hogy megy az egésznek a folyamata. Hogy úgy, mint eddig. Vagy nem értem, hogy... Nem végeztem még ilyet, így nem tudom, hogy pontosan mi a menetem. Jaj, értem, elnézést, ön nem HRS, és ez nem végzett egy civil vizsgáztatást. HRS vagyok. De HRS, csak nem végzett, elnézést. Civil vizsgáztatástól fel kell venni ez a helikopter, meg ilyenek, azt látom, hogy ott van az űrlap, viszont hogy nem. Ilyet kell hozzá bekérni, meg ilyenek, azzal nem vagyok tisztában, viszont ugye minden zászlós, aki felkerül, ő sincs tisztában. Értem. Erre egy tananyagot értem. Rakni, amit átolvasnak. Az így van, jó van. Nagyon jó ötlet, dehogy nem, ezt össze kell szedni. Az lenne a tisztöltőjös kérdésem, hogy írjon már olyan megy e-mailt, amikor végzett a szolgálattal, és akkor elkezdem összerakni az anyagokat, meg átgondolom, hogy lehetne ezt a legjobban megoldani, ha megfelel önnek. Jó, remélem, nekem teljes mértékben megfelel, csak így felvetett. Törvényszetesen, nagyon jó ötlet. Persze mindenki vizsgáztasson, csak nem tudja mit kell. Tök igaz, de én ötletem volt. Jó, remélem van. Jó van, vigyázzon magára meg a kis kadétra. Ön is, viszlát. Tehát
tehát Lincoln 328-as 1045 Burger Shot, vétel végén. Vétel itt Farkas Aladár, keresnék esetleg egy magasabb beosztású HRS-t a 00-as kapitány. Mondja, Jóska! Kivel tudnék ezzel tárgyalni? Mőrő vagy, jó uram! Kitten vagyok Paletóban, ki kell kísérnünk valami gyógyszerszállítmányt, vagy mi a jó isten nyilat? Most tartok vissza a városba. Jó, mert arra gondoltok, járőrözhetnénk Paletó fölő, meg körülnézi ott is, hát ha van valami élőt. Figyelj, megnézhetjük, akkor még várlak itt. Jó van. Indulok. Merre tartanak? A nullás mögött vagyunk. Vétel, itt Edem 00, 00 26 10 44, merre tartanak? Nulla nullás mögött vagyunk. Vétel, itt Lincoln, 00 Lincoln 328-as, üdvözlöltünk egy kék színű, bár, hát ilyen kupé autót, mi pedig Arcadiusnál tartunk. Te merre tartanak az üldözések? Most már jól hallottam, kettő van. Vétel, itt 00 Lincoln 328-as Arcadiusnál ütközött, így megállt. Csik üldözés, 0-0-5. Elvesztettük. Vétel, itt Edem. Itt van, előttünk. 0-0-as mögött. Ürő tökénység, szükség van örülsítésre? 0-0-0-0-26. Környéken körözzen, az jó lenne. Dégy. Szerintem a 0-0-ákat felejtsd el most már, mert te túlságosan sokat is mondasz már belőle. 10-4. Vétel, itt van a Lincoln 328-as, 11-95-et hajtok végre akkor a gépjárműben, ami megállt az üldözésből. Egyelőre kód 4-es terület, vétel véget. Wow, kőbe megyek. A rádiózásnál, hogyha valakinek a jelvényszáma kettő tagú, akkor nem tesz elé egy nullát. 14. Ezt fogja végig csinálni velünk. Meg lehet, semmi gond. Vétel, itt Farkas Aladár, szükség van még erősítésre. Te tartotok az üldözéssel, kollégák? Egyébként 4 egység van kinó, vagy nem? 14. Javaslom, ha nagyon szivat jönök ez, akkor dobjanak oda egy szöges nyugodtan. Aha, napelente. Egyszerűen normális keretek között. Autópályára mentek? Pozitív, szakanyart, jól emlékezetből meg volt. Jó, megkérném, hogy a gyorsabb egység menjen majd előre üldözni, ha jól láttam, van egy Porsche. Az egy tél, próbálok utolérem, átveszem. A BMW-s egységet majd meg fogom előzni, balról. Menjen, John! Lehajtottunk az első lőjáróra, majd szendig bevettük az irányt. 14. Szendi reptér mellett haladunk el. 14, esetleg a kisállat kereskedés felé haladnak a üldözéssel, mert átjöttünk erre. Negatív, már nem. Visszafordultunk a autópálya irányába. Haladunk az autópálya fele. Kért az autópálya. Irányok. Visszafordul.
balról előzöm majd a BMW-t. Lincoln 0-328-as, 10-20 RKD-hoz, 10-27, a személyre nem volt érvényes személyazosító, már így elvegyünk város ezzel kiváltjuk, mint a vége. Hát adom a Porsche-nak. Itt Alfa 9947, szemből érkezünk, megpróbáljunk egy utcárat lerakni? Elmentünk szemlélni. Oh! Rántja előttem be az meg a kurva féket. Hihetetlen. Jöjjös picsába. Mondjad, Jóska! Mi a franc? Ürültögésiget? Baleset ösztön? Ja, akkor ti vagy itten nem messze. Vigyek oda hozzal. Jó, köszönöm. Mélyebb szok rádió és csak kicsit elájultam. De hívok mentőt. Köszönöm. Ülőtögészséget. Ujjjj, ott az jól lefüstődött. Bős a túlzott előttem az én paraszt, aztán már csak arra emlékeztem, hogy ott fökszem a betonon. Ó, jó van, jó van, akkor inkább üljél le. Azt akarom, csak annyira mögélt, hogy az adrenalin az ögökbe. Hát azt éjszem, azt éjszem. Fejed nem fáj, vagy valami mi? Picit fáj. Nem látok rajtad bukós isakot. Hát, kömény a buksim, ömlékszik, uram. Tudom én, hogy mindig kemény fejű volt. Volt rajta a bukós, és csak dőmbe behajtottam oda a bokóba. Ajja, értem. Megvannak? Tökéséget, én mög vagyok. Besatúzott. Még van a kollega, hívott maga annak mentőt. Még nem, most volt. Besatúzott előtte valami őrű. Értem. Elvinjük magukat, vagy... Megvannak. Most hívtam mentőt pár perce, úgyhogy szerintem jönnök. Szerintem még várom vele. Jó, menjenek nyugodtan. Nagyon szépen köszönjük. Jobbulást. Köszönöm. Hát akkor ez volt a mai nap. Isten vörje meg. Jaj, uram, ha bőnéz a csomagtartóban van ott egy lövődékálló, meg egy szögös drót a maga motorjában, mert szerintem nincs, mert újonnan vötte ki. Lehetséges, csak mi van zárva? Jaj. Mindig záró. Jó van, elég lett volna arra, hogy tegyen ez a... ezére, távirányítóra nem két volna filahonot. Nem olyan, mint a farkam, ez nem hosszú, ez rövid távirányító. Jaj, értem. No, várja, még ne zárd be, mert nem tudom, kérde hívni egy VR transzot is, hogy mi az istönt. Mire gondolok a telefonomra, amikor beírom a pörjelet? Milyen számon hívom a szörölőt? Szörölőt? Ó, hát azt nem tudom, hogy melyik. Valami 300-as számaik vannak, de a jó isten tudja, hogy micsoda. Értem. Szóval inkább üljél fel, nehogy nekem itten összeesi, azt elájulj.
Ugye, uram? Ezt meg szúr magadba. Jót tesz. Azt mondták a kollégák, hogy állítólag jót tesz. Igen, nálam is van. Köszönöm. Jaj. Na hát akkor várunk. Mondjuk jobb kilátást is találhattál volna, mint ez a... Ez egy autópálya kanyar. Ott megy a napocska. Milyen szépen megvilágítja a drótokat, meg a főhőket. Hát az szép, szia, az szép valóban, de jobb lenne valami szép látvány, mint hát, ezt a autópályát. Mint a kilencjukú szülővárosunk mellett. Hát akár az is lehet. Uram, ne haragudjon, nekem egy 3 percről kéne gondolkodnom. Nem zavarja, hogyha ő gondolkodom 3 percről? Csak nyugodtan, jó, csak van. Nyugodtan, mindjárt jelzem a kollégáknak, hogy... Te meg balesetesztél, úgyhogy... Köszönöm! Hát nem jött senki. Még senki. Hívta akkor mentőt is, meg szerelőt is? Igen, küldtem ösövöst a szerelőknek, meg a mentőknek küldtem egy ilyen csipogó szart. Hát csak gyűnnek, hát itten voltak nem olyan régen, még a paletaig orvaznak. Ön se tudja, ezek mit csinálnak. Pandóra kitűnik az utcén. Kérdés. A csipogó szerint vannak egy jó páran, de... Én is azt néztem, vannak. Ha már egyszer jöttek. Kérdés, hogy ebből mennyi van az, amelyik itten van ezen a környékük? Hát, legyen itt. Ez a dolga. Ez is igaz. És Kent uramnak hogy tűnt a napja? Eddig még egész tűrhetően. Én a két üldözésen túl vagyok. A fűmáztam egyszer egy lépcsőre. Igen? Mármint autóval, nem a két lábamon. Ó, szép teljesítmény. Ha, le is kellett vontat. De hál' Istennek a Tomó urasága segített. Levontattuk azt, utána be tudtam vele gurulni a mehába. Mert annyi energia még maradt benne. Gond van? Na, úgy látom, hogy Isten van az ekkoraság. Üdvözlöm, vezérőr nagy uram! Jaj. Nincs gond akkor? Kell egy szerelő rá, de van a kocsiba. Hát szerintem ez totál kár. Meg a mentőt. Még. Józsefnek mi? Az a baj, hogy szerencsétlen az elég nagyot repült. És a tudott előttem az egyik hői paraszt, azt átrepültem a kocsia fölött. Jó van. Majd váltsanak önök is telepre, jó? Ha eljutottak odáig. Jó van, hát talán még, az talán még itt az itteni kapitányságon van egy terepi arról. Így van. Jó. Na akkor pihenjenek aztán, ha látom mentőst ide küldjük. Szerintem nem nekünk. Jó van. Köszönjük szépen.
vigyázzanak magukra, sok a hülye. Köztük én is. Adam, 00319. Ízésem vitatkozni, sem. Hogy szoktak ezt mondani? Ez a sem megerősítés, sem megcáfolni, nem tudom. A bics, ja, sok a hülye, meg én is. Hát van ez így. Vételét Adam 99083. Na hát még látjuk, hogy mikor jön neked a mentős, mert... Iva, viszont nekem lassan mennem kő. Reméljük, hogy azért még a mentős addig ide ér. Jelent még... Én ne, hallom őket. Émelegetni köllet. Iva. Talán helikopter. Na, maradjál csak üve inkább. Wow. Aztán nekem itt rosszul leszél, aztán béké, hogy vigyenek a kórházba. Teljesen igaz. Vétel, várunk még egységet a... Körültögészség. Szép napokat! Nem olyan régen találkoztunk. Jó, üdvözlök! Igazából most a kollégának jön mesélni, mert ő jogolta meg az aszfaltot. Jöttem, amikor hívott, hogy bajban van, aztán segíjek neki. És a túlzott előttem egy hői paraszt, azt átröpültem a kocsi fölött, azt beütöttem a buksimat, meg a karomat. Azúttam a lábamat. Nekünk még lesz egy gyors kis utános dolgunk utána. Légy szíves, akkor a sakkeret, illetve a szemléletet jött, ha? Már is összön. Nézd a lábát. Igen, igen, várj. Akkor én még egy kicsit még feltűröltem az egyének a szárát. Tíznés, melyik a védelsága van? 99. Na nézzük, mi a helyzet. Tíznés, akkor pont jó helyre megyünk, jó, rendben. Mekkora csúsztál a motorra, amit... Öbömlékszöm. Úgy jöttem, aztán korábban a helikopter volt, ott azt mondta az egyik helyi hülye, hogy satú, én nöki mentem, azt ott nagyjából a helikopter elő én ébredtem. Akkor volt egy eszméletvesztés is ezek szerint. Nagyon rövid volt, de volt. Sisakja nagy esélye megvédte, mert túl sok sérülés nem látok a fején. Bebasztam oda a bokorba, dühömbe, azt elősétáltam. Ha ezt ők kapnám gyors hajtásé. És akkor sorsgáltok én is ott érdem. Akkor jó, akkor elegendő lesz rá a hajzékenőcs. Meg a fertőtlenítés. Jó, kéletős. Lefertőtlenítem szépen. De ugye nem ilyen különleges kenőcs, amit magukból jön ki, aztán rám kérnik és eljátszák picit, hogy gyógyszer. Picit fúj idet kérlek a fejére. Jaj. Jó szép ők odafűjjék egy kis petalint a fejéhez. Töké, köszi. Jó, köszönöm. Ide a karit térdére. Köszönöm. Jó, veszek ki némi gézlapot. Ezt hát ráteszem ide a térdére, és szépen átkötözöm párszor. Ja. A mai nap ez a kötés már maradjon fel. Rönnből. Azt hittem a szörölő jött. Mit csináltak ezek ittön? Nem tudom. Nem is láttam még őket itten soha. Nem is, ha jó voltunk erre, jó uram. Párosba voltunk. Jó, úgy látom, hogy egyébként rendben vagyunk. De miért láttam, hol? Na, igen. Mi? Hogy? Ja. Mit csináltál meg, Ryu? Bekötötted a lábet? Igen, igen. Jó, röndösök. Akuk az én mögmentői. Mi van nálad? Mert ugye én lepakoltam még a jövőbe a raktárba. Akkor, majd megcsinálom. Akkor csak jobb, akkor arrébb egy kicsit. Jökenős. Az visszaértünk, föl sem vettünk semmit. Á, én nálam alapból volt egy kevés. Á, jó van. Én mindig úgy készülök, hogy azért maradjon valami. Az ördög helikopterében nincs ilyen tároló rököz, amiben be lehet rakni, hogyha gáz van, akkor jó. Az a baj, hogyha ezt leadjuk mi a izébe, a hangárba, akkor ott a ottani karbantartó kipakolják. Arról nem, a télöttől. Nem, az a gond, hogy nem ilyen névre szóló járműveink vannak, hanem egy nagy közös készlet, és abból random veszünk ki egyet. Így nem tudjuk értem. Azt garantálni, hogy ugyanazt vegyük ki. Na nálunk azért névre szólnak a gépjárművök, nincs ilyen, hogy kiveszem a János bátyámét. A gépjárművek meg nálunk is, a izével van probléma. A helikopátörről. Ja. Nem, a gépjárműveknél is ugyanez van. Összörök már össze. Ugyanazt veszed elő? Szerintem igen. Majd letesztelem, jó? Régebben, amikor még a CSO-esnél teszteltem le, pakoltam valamit a kocsiba, és így a tizedik próbálkozás után szereztem vissza. Elnézést, félhúzhatom a cipőmet, mert fázik a talpam. Persze, nyugodtan. Nem találtam meg, mert abban volt benne. Nem, mert úgy csinálta, hogy beraktam a kocsiba a csomagtartójába, visszaadtam Jóska bácsinak, és utána addig kértem elő a járművet, amíg újra meg nem találtam.
Nagyon szépen köszönöm az önlátást. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Már csak az a kérdés, hogy szerelő mikor gyűjt, mert ezt hát, maximum gyűne. Tolni tudjuk. Hát de, ja, mert hogy 5 személyes a motó, mi? Hát annyit tudunk esetleg felajánlani, hogy el tudjuk önöket vinni. Jó. Jóska bátyám, János bátyám, esetleg a paletói őrsön fő tudunk fölni gépjárművöt? Persze, persze. Akkor odáig égurulok a sajátommal, és meg valahova toljuk le az út szélén. Hát ez az út szélén van. Ha, na hát mindig, jó, legyen úgy. Megteszik, hogy visszak a paletói őrsön, hogyha nagyon szép öbök kérem persze. Önöket. Jaj, ó, maguk igazi angyalok. Hát semmi szárnyunk nincs, úgyhogy angyalok. Hát ahogy nincsen, röpülni fogunk. Hopp, én bevásztam az ablakon, úgy döntöttem. Nem baj az. Na, akkor menjünk. Na, ő már... Hogy? Hadd előjjem le azt az őd autósat. Tomok első Sobri József Landertából, akkor át. Sobri József vételöm. Vétel... Te tudsz feledni 0-0-ásra a... Aula szintre? Negatív, palettóba vagyok. Jó, keresi Orange Zsont a rádión. 10-4, köszönöm. Érdeklődnék az utolsó csipogós esetettel kapcsolatban, hogy az a mi a helyzet. Jó, szépen köszönöm, gyönyörű landolás. Vigyázzanak magukra, a gond van, szóljanak. Körösség Sobri József dandártábornokot. Nyugodt szívő, rám számíthatnak. Szép estét. Jaj, önnézést, uram, megnézek valamit. Jaj, a lábam. Jaj, a lábam. Van itt autóm. Mi a fasz? Jó van, nekem is van itt gépjármű. Nagyon részt, hogy van-e itt gépjárművem, a Pista bát csinál, de azt mondta, hogy van. Szerintem járőrözünk itt egyet palettóba, nézzünk körül. Jó van, csak valami visszarendeljetek mindenkit a kapitányságra, kérdezz már meg, hogy mi a jó Istenért. Nem kérdezem, akkor menjünk a kapitányságra. Mik vagyunk még most? Hát, igazából egyenrangúak vagyunk, annyi, hogy enyém az autó, úgyhogy a kapitányságra 0-0-86. Edem 0-0-86, 10-44, 0-0-ás kapitányság. Faszom, kijövök ide, azt visszahívnak folyamat, ebben nagyon dühös leszek az ilyeneké. Ha nem tudom, mit akart ezek, mert ő rendíti azt, hogy a visszarendés, vagy nem tudom már, majd mi a jó Isten. Tudom, lehetett hallani a rádiót? Nem tudom. Nem hallottál rádió? Én hallottalak. Akkor lehetett. Itt Bottyan János, keresem a szolgálatparancsnokot. Aktuális még a sorakozó, amit érrendítek. Mi te pozitív, minden egységet várunk a 99-es kapitánysággal. Terepgépjárművel érkezünk. Köszönöm. 10-4. Csak azt nem mondta, hogy menjünk vissza, csak azt mondta, hogy törep... Luis Mateo, hadd keresem Sobri Józsefet. 10-4. Vétel, a kalergát, akit betetszett, már nem tudom osztani, eltűnt esetleg, meg tudja a nevét mondani, mert igazán tudom meg így az. Sok történés volt az elmúlt fél órában. Ezt meg hogy hívta? Csontos Görgöly. Csontos Görgöly! 10-9-et kérhetnék? Csontos Görgöly, a kadét növő. 10-4, köszönöm. Köszönöm. Faszol ebbe a rádióba. Elektronikus pórázőz. Emlékszik János bátyám, vidékön bírköveset használtuk? Ha nem is nagyon volt még akkoriban rádió, meg ha volt is, akkor is néha napján még olyan szarul működött, hogy alig találhatok. Ha jó van, az ön fiatal korában lőtt, amikor én lettem kadét 10 évvel ezelőtt, azért akkor már volt. Csak nem használtuk. Hát, a kevesebb szélkör lett, mert általában mindenki ismert mindenkit, meg tudta, hogy miért jár. Úgy ilyen, oda mentem, mondták, hogy a... Hogy is hívták? Rojszos Pista, az a... Vén öreg alkeszkám. Parkolj el a...
járművét és csak terep. Jobb fosz összít, nekem önnöm kö. Nem tudom, mi a jó is török ízűnek. Ott van pár izgalmas dolog. Új, új, János bátyám, úton. Rossz a szövő, János bátyám. De ahogy is rossz a szemem? Hát, jó van. Nálunk ugra-bugra volt. Itt el, itt leújszmató keresem. Ha, nem tudom, hogy mit látta a fiam, de... Igazából csak megvakartam az orromat. Értem, de a kormányt azért fogja, János bátyám. Egy Q8 is kellene. Ha, fogom én azt a kormányt. Én? Jó van. A más kérdés, hogy néha napja nagy kézdő, de... Keresném a szolgáltatásokat. Jézus. Érdeklődnek, hogy három fős egység esetleg van. Vétel lesz. Jó, akkor szeretnék kérni magam mellé majd egy kollégát. Köszönöm. Mi állított nekem a 99-et? 0-0-3 megyünk, uram. Ott van a 99-en. Hát tudjuk akkor adni. 0-0-3 megyünk, nem? Jó. 99-et mondott a szolgálat parancsnok utoljár. Vétel, kérhetnék egy 10-9-et, Vétel. Én vezettem a fonalat, ha őszinte akarok lenni. Én már mögöm kérdezem, a hülyének nézek, aztán ők a hülyék. Most adok hátra a terepjáróval, jöjjön ide velem lesz. 14-es. Mindenkinek van járőrtársa? Vétel, nekem Rostogni Lajos őrmesternek nincsen járőrtársam. Rostogni Lajos őrmester, mely kapitányságom van? 99-esen maradtam. Jó, érkezünk, én nekem lökő adnom a szolgálatot, Bottyán János dandártábornok mellé, ha az akció parancsok úr egyetért, összeállhat. 4. Hoppá, repülőautót látok. Mi van itt, Harry Potter? 99. Jaj, önnézést. Vétjüli, keresem szolgálat parancsokat. Ez Isten volt itt. Akinek megvan a társadalmi gépje, nem semmi infót nem találtam róla. Elkezdheti a járőr szolgálatot. Na mi a jó Isten lesz itt őrnek? Péter, az akcióparancsnok az... Örültögészséget! Örültögészséget? Hogy akcióra kész legyen. Kell majd. Igen, hát akkor mit rakjunk bele? Van 3-1 törnyed. Nekem van benne 400 lőszer, 4 darab ugró. A miféle akcióra készüljünk? Erigazításon úgy van, hogy terepe járőrizünk. Hú, igen, felkutatni. Igen, ezt lehet, hogy én is megteszem. Elmentek felkutatni a drogvezetőket, mindenki terep gépjárművel járőrizik, és hogyha jön kettő csipogó, azonnal elindulunk a helyszínre mindenki. Jó van, jó van. Ez itt a... Most mondták el a rádióba is. Igen, én is azt néztem, hogy duplán hallom. Hát igen, nem baj. Akkor gyertek, gyere! Akkor... Megyük! Nos, az ennyiben van nézhet rám lőszer, és még négy darab lőszer. Óha, őrmester! Tandártábornok mögé beülhet, mint 10-15 lassan. Rendben. Jóan. Jóan, jóan, akkor mennyi bűjönni, Jóska? Vigyázzon magára! Az meg pattanjék be a paripa! Pattanak. Szörüljék fel az autót alaposan, uram! Domac utcai, mi a fasz, ja? A rádió az marad nálam. A lámpa marad, bilincs nem kell. Mindjárt ott vagyok, várj. Vétel Tarfa 9970 1044 bankrokás. Vétel vége. Vétel 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 jelentkeznék a... Akkor le a cuccaimat, menjen magának, fontosabb, gondolom. Rendben. Vétel szolgálatparas lakóra egy 5 perc gondolkozási időt kért, addig nincs rádión. Viszont a bank előtt 2 darab kék színű kamacsó áll. Vétel vége. Újjaj. Köszönöm. Vigyázzon magára. Edem 086-os 1044 bankrablás helyszíne. Vétel, kikér gondolkodási időt? Vétel, a szolgálatparancsnok úr.
Mert leváltottak időközben, vagy mi történt? Johnra gondolt. John, igen, negatív. Csak gondolkozik 5 percet mindjárt. Itt van. Fejbe is. Jó. Köszönöm. Péter itt az akcióparancsnok. Érdeklődnék, hogy pontosan akkor milyen gépjárművek vannak kint a... Kamacsó? Jól hallottam? Péter pozitív, 2 darab kamacsó. PTV. Itt az, mint amennyien nem kellünk ide. Max egy 4 egység. Péter, jelentkezem felhívás kezelőnek. PTV-je. Péter, megkapja. 14-es, akkor megejtem a kérdést. Vételi kereset. Jelentkezik túlszergyelőnk. Megkapja Fjör. Az öltöző. Jó, megkérek minden egy. Ez a rádiózás. Egy színén, hogy akkor az útzárat helyezzük le. Illetve, hogyha tetőváltunk mozgást, akkor rádiózzunk, és... Szóval, hogyha ki a tabulok, nem hallom, mit beszélnek. Mi vagyunk a... 4 egységgel, amit említettek, körbenézzük a környéken, azt jelentjük, találhatunk valamit. Szerintem mindenki. Jobb József Dandár tábornok 10-10. Hú, igen, feltévedek. Nem tudom, hogy hol van a raktáratok. Félben megint bázom. Civil ruha. De nem adó civil ruhát. Mi adó civil ruhát? Adjál civil ruhát. Hallod, mennyit vittél ki? 400 lőszer már van, 3-9. Édes Istenem, jó, akkor mellény is elég van ki. És hol raktad a motorost, itt van? Rendőr nadrág, rendőr felső, rendőr cipő, rendőr fejfedő. Ott van a ruhám. Jaj, drága kenye, ütöző szekrény. Nyisd meg az ütöző szekrényt. Tűz ki, de ezeket is meg kell csinálni. És akkor Slobri 1, Slobri, lesz meg. Sobri. Rendőr látsz. Dandár egy. Tudom csak átnevezni. Olyan körülményesek ezek. Jó, Dandár egy. Sérülve sokkal. Dandár egy. Edzős ruhák. 1, 2, 3, 4. Isten verje meg. Kívül az én a drág is. Ez edzős. Dandár egy nadrágja. Szoktam lövönni. Még civilbe tudom lújni. És akkor már csak közkébe rakni. Hova? Kipakultam. Hol a csipogom? Ja, ott van. Csógátó kívül vagyok. Nézem, szolgélyek nem írtak-e?
senki. Dü-dü-dü-dü. Uha. Jajjá, aló. Inkább szó milyen. Jó, bögöttöm. Gyarús volt. Nem törték föl a lakatot, nem is piszkálták be. Well.